hogy mi lesz már? Telefonáltál? Gondolod, hogy nem szóltam volna? Akkor hívd újra! Már kétszer hívtam, azt mondták, megkeresik! Ő hogy van? Ő? Nem is tudom. Ömlik belőle a vér. De jó Isten! Minden csupa a vér. Rémes. Mondjuk én a nyergosbőtől, akkor minden azonnal meglátszik. Na, de hogyha a két percen belül nem jön vissza, hívd a kórházat. Muszáj, ezt rágyújtanom kell! 16 hónap után egy frászhoz. Légy szíves, tedd össze magad! Nem is értem, hogy ez velük történik. Ken! Csörg a telefon! Halló? Dr. Dudley? Ó, Dr. Dudley, úgy örülök, hogy maga az. A rendelőjében azt mondták, színházban van. Az orvos? Higgy el, a világért nem zavarnám. De most vészhelyzetről van szó. Az orvos az? Chris Gorman vagyok. A férjem Ken és én Charlie Brock barátai vagyunk. Az orvos az? Igen, igen, az orvos, az orvos! Akkor miért nem azt mondom? Doktor úr, attól tartok, baleset történt. Ugye a saját orvosomat hívtam volna, de a férjem ügyvéd, és tekintettel a körülményekre úgy gondoltam, hogy Charlie saját orvosát kell hívjuk. Szóval úgy 10 perce. Épp úgy ideértünk, amikor hallottuk egy hatalmas... Nem mondj neki semmit! Micsoda? Nem mondd el neki, hogy mi történt! Nem mondjam el neki! Tedd, amit mondok! És mi lesz Charlie-val? Ő jól van, csak egy horzsolás az egész. Nem akarom, hogy az orvos megtudja. Kértem az orvost az előadásról! Akkor mondd azt, hogy legurult, récsön és bevetve a fejét. De már jól van. De akkor mondom, az a sok vér! Aj, a golyó átmerd a fülé. Nem akarom, hogy megtudja. De azt már mondtam neki, hogy 10 perce épp, hogy ideértünk, amikor hallottunk egy hatalmas... Mit? Mit hallottunk? Hát hallottunk egy... Elnézést, doktor úr! Hallottunk egy hatalmas puffanást! Puffanást? Igen, amikor Charlie legurult a lépcsőn. Elnézést, doktor úr, csak a férjemmel beszéltem. Szóval 10 perce épp, hogy ideértünk, amikor hallottunk egy hatalmas... Puffanást, és Charlie felgurult a lépcsőn. Legurult a lépcsőn, de már jól van. Már felült az ágyban, majd reggel telefonál neki. Magának. Magának. Elnézést kérsz, hogy zavartam. De most már tényleg jól van. Köszönöm, viszlát. Neki mondta, köszönöd és hogy viszlát! Köszönöm, viszlát, doktor úr! Hogyan? Szédülés? Nem, semmi szédülés! Nem, semmi szédülés. Tessék? Tudja mozgatni a végtagjait? Igen, mindenit tudja mozgatni, tedd már le azt a telefont! Opera, azt mondom, jár, hívták ki! Igen, mindenit tudja mozgatni. Tessék? Kásás a beszéde? Nem kásás a beszéde! Ne üvölts velem, én meghallgatom! Nem kásás a beszéde. Nekem most már tényleg vissza kell menni a csányhoz. Tessék! A füle cseng. Nem, mondd, hogy nem! Igen, egy kicsit cseng. Azt mondtam, mondd, hogy nem! Kicsit cseng. Jó, semmiség. Hogyan? A felesége Julia? Igen, itt van, de... Nincs itt, nem mondd neki, hogy itt van, mert még beszélni akar veled. Doktor úr, tévedtem, nincs itt, azt mondom, hogy itt van, de most ment el, mindjárt jön vissza. Épp most jött vissza. Mindjárt megy el, igen, szólok majd, hogy hívja föl magát. És milyen az előadás, mi már láttuk a darabot, nekünk nagyon tetszett, különösen a második felvonás. Kijátszom a fantomot. Most komolyan ki akarod beleértékelni az egész francos előadást? Jaj, elnézést, doktor úr, Charlie hív, most már sokkal jobban hangja. Megyek, Charlie? Igen, természetesen. Nem emlékszem még egyszer itt beszélni velem, egész biztosan gyanít valamit, ha így üvöltesz. Csönd a telefon, nevet föl, jó? Akkor miért kellett ezt a mostanit felvennem? Mert azt hittem a golyó a fején ment át, és nem a fülén. Ölts nekem egy vodkát, Charlie-t ott hagytam az uhany alatt. Hát ha megfulladna, te telefonálsz.
És értem, hogy ez velünk történik. Miért mindig mi érjük ide leghamarabb, akkor más nyakába zúdult volna ez az egész? Ki az? Ki jött? Szerinted tudom? Szerinted ott vagyok már az ajtónál? Mit gondolsz? Görkocsolyával közlekedem? Hát gondolkozz meg pillanatig. Csak nyugodtan. Az élre szóltam úgyis Dr. Dudley. Na jó, ez most egész biztos Lenny vagy Ernie vagy valaki a vendégek közül muszáj lesz ajtót nyitni. Van kézed? Nyújtózkodj egy nagyot. Nekem most meg kell szárogatnom Charlie fülét, és be is kell közözgetnem. De te nem mondj nekik semmit a lövésről. Kell még egy kis idő, hogy kitalálják valamit, addig tartsd őket szóval. Tartsam őket szóval? Ma van a 10 éves házassági évfordulók, a vendégek azért jönnek, hogy őket ünnepeljék. De Julie sehol, Charlie meg fülbevette magát, és mindezek után te azt mondod, hogy tartsam őket szóval. Az öngyilkossági kísérlet büntetendő cselekmény. Nem beszélve arról, hogy mekkora botrány, ami ki is tudódik. Charlie New York város alpolgármestere. Az a szellemismeresek a legjobb barátnak csak kötelességem már megvédeni, nem? Légy jó szíves, és jelzel a háziasszony szerepét, amit kitalálom, mit élő is legyen. Hogy játszom el a jó háziasszony szerepét? Nincs kirakva jégkocka. Hol a személyzet, hol a sós mandula, és hol a Julia? És mit csinálj velük, amit vissza nem jössz? Barkó, bázunk, aj, azt sem tudom, hogy mire gondoljak. Te is ügyvéd vagy, nem? Hát csak kitalálsz valamit. Szerződések. Én azzal foglalkozom, hogy kiadói szerződéseket írok. Ha valamelyiknek éppen szerződhetnék-e magát, állok elébe. Ne húzz föl magad, csak nyugalom. Mindjárt visszajön. Aj, valami papucsot Charlie-ra, és mondod, hogy nyisson ajtó. Hol lehet szíves végre megnyugodni? Idd meg a vodkámat. Miért jobb egy vodka, mint két sok egy cigiből? Majd, mert mindenki tudja, hogy leszoktál, és ha meg fogják érezni a cigifüstöt, akkor rá fognak jönni, hogy itt aztán valami nem stimmel. Úgy érted jobb, hogyha egyszerűen csak odaálljon eléjük? Tudom, az anya
hallgatóban volt Japánban. Csak fölfele tudok nézni. Remélem csupa óriási jutok ide ma estére. Hol van Ken? Ken a fürdőszobában. És hol van Csáva és Julia? Még öltözködnek. Még öltözködnek? Mi karamboloztunk és mégis időben ideértünk. Ez gigantikus adagadni az ajkam. Nem hiszem, hogy elég a rúzs, amit hoztam, hogy bemázoljon vele. Magok vagy Roti? Az sincs. Három ostoba adóvizsgálat egy gyomorra. Enni sem volt ma még időm. Claire, légy szíves, hozz nekem valami rágcsálig adott és egy zéró kólát. Hová mész? A Lottyóra. Miért nem ide mész? Hát nem Ken van itt? Nem, Ken az emelletti vendégfürdőszobában van. És miért nem ide jött? Tudom, azt mondta, hogy nagyon kell és fölrohant. Annyira kellett neki, ez itt közelebb. Tudod, hogy milyen, hogy az embernek nagyon kell, akkor muszáj futni. De kevesebbet kell futni. Lenni nem az olimpián vagyunk. Miért nem? Nézd, pont erre való a vendégfürdőszoba. Szóljatok, hogy egyben Dr. Dudley telefonál. Claire? Veszem a kebelet. Mi az? Te is fel vagyok kavarodva. Ettél valamit? Nem agyarom, az idegeim azt hiszem meg fog tébolyogni. Azt látom. Jézusom, olyan hideg a kezedénbe jég, csak valami nincsen. Jesszus, hogy te milyen okos vagy. Minek semmi se kerüljön a figyelmedet. Egészen megijesztesz. Mondd már el, hogy mi folyik itt. Ken és én 10 perce épp úgy ideértünk, amikor hallottuk egy hatalmas... Szervusz, Claire! Hogy te milyen ragyogóan nézel ki, no? Én is pont ezt mondtam, milyen ragyogóan nézel ki. Nem ez volt rajtad az akárcsútak egy rendezett bálon? Nem, az a Mányi Zsibor bálon. Sziasztok! De Lenny van? Lenny a Klotron. Hol van Charlie és Julia? Még mindig öltözködnek? Igen, még mindig öltözködnek. Na és milyen az új BMW? Lenny biztos nagyon élvezte. Majd kibék a bőrét. Fantasztikus. És az extrák? Megkapott mindent, amire vágott? Még többet. Neked már nem kell a fürdőszoba, Ken. Használnám egy pillanatot. Nem egy föld, nem használt. Azt hiszem, hogy Julia még bent van. Akkor majd még évvégén szobáját használom. Szóljatok, ha visszajön a Japánból. Mit mondtál neki? Nem emlékszem. Olyan nem emlékszem. Nem tudom, olyan gyorsan beszéltem, hogy azt sem tudtam, hogy beszéltem. Vére mondjuk el nekik az igazat, úgy is rájönnek. Én magam sem tudom, mi az igazság. Csáli, össze-vissza csak fogyok. Most menj be hozzá, te. Téged akar. Engem? De pont engem. Bőbb, mint egy csecsemő, képtelen vagyok megjutatni. Egy nőre van szüksége. Egy nőre? Milyen értelemben? Hogy kisírhassa magát neki. Én csak észérveket tudok felhozni számára, de nem bírom megvigasztalni az ég szerelmére. Engedj, hogy egy kicsit pacsírhasson már a vállamon. Még mindig vérzik? Ez a ruha 1200 dollárba került. Mikor megveszünk? Hogy szia, Lenny! Szia! Szia! Mit szólsz a BMW-hez? Hát, gratulálok, egyszerűen fantasztikus! Bocsáss meg egy pillanatra. Várj, már hová mész? Hát a WC-re. Nem most voltál? De igen. De még nem végeztem. Hát ez nagyon különböző. Addig azt a percet. Tele van a kolba ennyi valóval, és semmi nincsen tettük. Miért nem nyitottad ki? Van kacsa. Zsókának füstöltőka. Kivették őket a mély hűtőbe, és ott tereszkenek föl az asztalon. A spagetti benne van egy rágosban csontszárazon. Minden elő van készítve. De mintha nem lenne, aki megcsinálja a ez neked nem furcsa? Hát nem annyira furcsa, mint az, hogy kell egymás után kétszer meg ki a WC-re. Nincs nálad valami hegyes dolog, körömlás, foly, vagy ilyesmi? Chris elkezdett valamit mondani nekem, de aztán mégsem mondta el. Pélyen még majd olyan fölhasadt, mint egy sejjepapír, ez még úgy tart, mint az acél. Keze olyan hideg volt, mint a jégcsap. Nem tudott a szemembe. Drágám, ebben kéne tartani az ékszereidet, én aztán semmilyen. És miért tart nekik ennyi ideig, hogy felöltöznek? Mi folyik? Ne legyél már ennyire szörnyen gyanakó, várjuk meg, míg lejönnek.
Te semmi gyanúsat nem látsz. Én dehogy nem. Észrevettem, hogy a fürdőszobában a törölközők nem a fogason vannak, hanem ott vannak estózban a mosdó mellett. Továbbá észrevettem, hogy már alig van WC papír. Nem valami finom dolog, de én azért még nem gyanakodnék botrányra. De én nem akarom, nem tartom vizetnek a botrány. Azt hiszed, hogy nem tudom, mire célzol? Én is hallok ám ezt-azt, hallom a rémhíreket, a pletykákat, de én oda se figyelek rá. Rendben, akkor nem mondom semmit. Én csak azt akarom mondani, hogy én is hallom azt a sok személykedést, csak senki sem meri a szememben mondani. Mondom, hogy semmit nem mondom. Jó van, gyere ide. Miért nem itt mondod? Mert ott meghallják, gyere már ide. Mindenfélét beszélnek Júliáról és Sán... Gyere át a másik oldalra, jó? Mindenfélét beszélnek Júliáról és Charlie-ról. De senki sem meri a szemembe mondani, mert tudják, hogy úgyse hallanám meg. Én meg fogom hallani. Mondd a szemembe. Miért akarsz állandóan rosszakat hallani a barátainkról? Csárni az egyik legjobb kliensem, a teljes bizalmát élvezem, nem csak az adóügyében és a pénzügyében, hanem a magánéletében is. Én nem csinálom az adóbevallását. Na ki vele, mit hallottál? Látom, nem hagysz békén. Addig szó sem mehet, tudom, igen, nem mondod, erre miért mehetsz? Na ki vele, mi a plegyka? Na jó, a legkis barátnőnek, Juliának, hát van egy kicsi ügyecskéje. Hogy milyen? Muszáj részleteznem. Ügyecské egy fickóval, egy férfival, egy pasassal, valamit művel valakivel, aki nem csinál. Ezt nem tudhatod biztosan. Csak hallottad, magad nem láttad. Na már, hogy nem láttam, majd biztos meghívnak, hogy első sorból nézem őket. Teljesen elment az eszem? Te milyen nagy vagy az igazán életedben? Tél észhez lenni. Juliának nincs semmiféle ügyet. Ezzel szemben a te barátod Charlie egy vagyont költ hotelszobákra. Charlie? Az én barátom Charlie rá se nézne más nőre. Az lehet, hogy nem nézi, de... Ezt meg hol hallottad? A teniszklubban mondta valaki. A teniszklubban? A mi teniszklubunkban? Miért? Mi az valami szentély? Ott is pletykálkodnak az emberek. Ez elképesztő. Ott ülnek a vadonatúj Nike meg Reebok cuccaiban, és közben abban lelik örömüket, hogy tönkreteszik más emberek életét. Halljam, ki mondta ezt neked? Nem fogom neked nem mondani, mert egyébként csak szereted az életet. Kit érdekel, hogy szeretem vagy nem? Ki volt az? Carol Newman. Carol Newman, úgy tudtam! Csüggölöm azt a nőt. Akkora a szája, hogy elférne benne egész Wimbledon. Jól vagytok? Ez szuperő pazarult el. Megkaptatok már valamit? Csak egy bejózacsó. Percesít vagyok. De figyelj már. Nem kell volni, mert volt az, aki azt a másik betyát is helyeztette? Milyen másik betyát? Azt, hogy te és én elvárunk. Nem, az nem kell volni, mert volt. Nem? Akkor ki? Én. Te terjesztetted? Én, te, mit kettem? Amikor arról volt szó, hogy el kéne válnunk talán, nem erről beszéltünk mindenkinek? De azt csak a barátaimnak mondtuk el, de az ostoba liba meg idegeneknek adta tovább. Csak lassan a testtel, nekem te lesz itt Carol Newman. Meresleg nem Carol Newman kezdte el terjeszteni a pletykát Charlie-ról. Ő is csak úgy hallotta valakitől a klubban. És kitől hallotta? Carol Green. Carol Green-től! Ki az ördög az a Harold Green? Én ugyan nem. Dehogy nem. Meghatalmazást adtál, amikor Bermudán voltunk. Ez elképesztő, egy meghatalmazásos különöztök fejlesz pletykát a barátomról. És ki ennek a teniszpartnerek? Nem teniszezik. Társaságitak, csak ebédelni. Jó, hogy ez a nem teniszező társasági újonztak, aki csak zabálni áll a mikrobunkba, meg pletykálkodni, ezt fejlesz pletykát az én legjobb barátomról. Na és mi ennek az alaknak a foglalkozása? Milyen véget ad el? Jött még valaki? Mindent összevéve senki. Valami baj van? Miért? Az a benyomásod, mint hogyha baj lenne? Hát azt leszámítva, hogy nincs házigazda, se háziasszony, nincs személyzet,
és nincs mit ennünk, és hogy te és Krisz csak felváltva jelentek meg együtt sohasem, igen, azt hiszem, hogy valami baj van. Na jó, Lenny, Claire, üljetek le és figyeljetek ide. Hát nem hallgathatok rá. Az van, hogy nagy baj van. Aha! Na mit mondtam, Claire? Azt mondtad, aha! Milyen van szó, Claire? Mi a baj? Hát az van, hogy ő Charlie. Charlie-t meglőtték. Micsoda? Meglőtték? Oh, te jó ég! Ez nem lehet igaz! Meghalt bennem az időt! Ezt nem mondhatod komolyan! Charlie, de sor Charlie, miért, ó, miért? Nyugalom, nyugalom! Nem halt meg, egész jól van. Nem halt meg? Egész jól van? Igen, él és jól van. Hál' Istennek, hogy él. Hol értelmés? A fején. A fején. A fején? Jézusom, Charlie fejbe lőtték! Nem kell aggódni, csak egy felületi sem az egész. Hol találta el a golyó? A főcimpáján. A főcimpáján? Ó, hát ez tényleg nem súlyos. Nekem is kivalljuk azt a fülem. És viszont tudtam, hogy ez lesz. Ki velekem, mi az igazság? Ő tette? Ki tőle? Julia, hát ki más? Miért akarná Julia lenni Charlie? Hát te nem tudsz semmiről. Nem hallottad a pletykákat? Nem. Mit kellett volna hallanom? Charlie, vad viszont folytat valakivel? Nem vad! Senki sem állította azt, hogy vad! Valóban nem is tudhatjuk azt, hogy mennyire vad! Csak egy egyszerű viszony, egy szigla viszony. És ezt ki mondta nektek? Nekem speciál, ezt senki nem mondta. Én azt hallottam, hogy Giuliának van viszonya valakival. Kivel? Fickóval, egy férfival, egy pasassal, benne se tűntje már. Nekem valaki más meg azt mondta, hogy Charlie-nak van viszonya valakivel. És mi az a valaki már? Carol Newman egy ostoba liba a klubon. Carol nem ostoba liba. És csak azt mondta nekem, amit Harold Green mondott neki. És ki az a Harold Green? Egy tetű meghatalmazásos társasági újosztak, aki csak zabányára klubunkba vagy plegykát. Hát nekem nagyon úgy hangzik, hogy kettejük közül Charlie-nak van viszonya valakivel, ha Johnny annyira kiborult, hogy le akarta lőni Charlie-t. Aj, nem Julia lőtt rá Charlie-ra. Charlie húzta meg a ravaszt, meg akarta lőni magát, ez egy öngyilkossági kísérlet. Öngyilkosság? Oh, de jó és... Nem mondhatod komolyan! Ez nem lehet igaz! Csáli, édesó, Csáli, miért, ó, miért? Már ezt a jajra székelős. Mondtam, hogy egész jól van. És minden emiatt a tetű Hello Green miatt. Garantálom, hogy kivágják a klubból, meg tudom szervezni. Mi lenne, ha nem térnénk el a tárgyból? Senki sem tudja, hogy volt-e valakinek is viszont. Sejtelmem sincs, hogy miért akart magára lőni Csáli. És hogy fogadta Julia az egészet? Istenem, biztosan teljesen ki van bukva. Föl kéne mennem hozzá. Hadd menjek föl hozzá. Hú, ne menj föl hozzá! Semmi értelme, hogy fölmenj. Hisz nincs ott. Elment. Elment? Úgy van. Csáki fölbelődni magát, Julia, egyszerűen meg csak elmegy otthonról? Most, amikor a legnagyobb szükség van rá. Most, amikor Charlie odaföl fekszik golyóval a fülében. A golyó nincs a fülében, átment azon az égszerelmében. Nem hallgatnátok meg végre. Lehet, hogy Julia itthon sem volt, amikor a dolog történt. Chris meg én épp a ház elé értünk, amikor hallottuk a lövéseket. A bejárati ajtó zárva volt, gyorsan hátra mondtam, és betöltem a konyhaablakot. Azt láttam. Azt hittem, talán mély hídet és Julia talán kirúgta érte. De akkor még nem tudtam, hogy mély kínai anyja betegen fekszik Japánban. Drágám, de most egy kicsit maradjunk, jó? Hát, hogy Ken és én megbeszéljük ezt, te meg csak figyelj, jó? És hallgass. Tehát, megérkeztetek, hogy betörted a konyhaablakot, hogy felszaladtál lépcsőn, kinyitottad az ajtót, hogy van? A padló feküdt? Nem, az állított. A tévé be volt kapcsolva, épp valami asztronómiai műsort lehetett benne. Az éjjeli szekrényen volt egy üveg bárium, és Charlie csak félig meddig volt magánál. Arra következtettem, hogy bevett pár szemlíttatót, hogy elkábítsa magát. Aztán a fejéhez nyomta a pisztoly csövét, de kezdte elnyomni az állam, és így csak fülölődte magát. Az ott mi az ingerenken? Hol? A második gombadon. A fele egyenek, hát azt észre se vettem. Nem fog jönni, igaz? Téged most csak ez izgat, hogy ott maradt az ingerem. Aj, teszek én rá, hogy fontos-e az ingyen, csak meg akarom védeni Charlie-t attól, hogy bevarják öngyilkossági kísérlet miatt.
Megérkeznek a vendégek, nem akarom nekik elmagyarázni, hogyan került ér a legszebb sejjegyügyembe. Miért nem veszed föl cserjegyikingét? De hisz, hogy számára nem ügyítén. Nem hiszem, hogy bárkinek föl fog tűnni, hogy kilóg a manzsettát, ha Charlie megjelenik egy hatalmas kötéssel a fülén, Julia meg erősen kell egész este. Fogd már be végre, és azt fejezed végre a mondókáját. Te az. Mondott neked valamit? Nem. Össze-vissza csak magyarul. És hagyott valamit búcsú levelet, vagy a félét? Nagyon szorongatott egy papírdarabot. Megpróbáltam kivenni a kezéből, de összetépte és lehúzta a WC-n, mielőtt odaértem volna. Ne, ez egyszerűen nem lehet igaz. Egész biztos csak álmodom. Kívül a rendőrséget? Nem, csak az orvosát. Azt mondtuk neki, hogy legugolt a lépcsőn. Mivel hogy nem tudjuk mi az igazság, nem akartam belekeverni a rendőrséget. Muszáj kihívnunk a rendőrséget. Ez az ember New York város alpolgármestere. Botrány is lehet belőle. Pontosan erről van szó. Ezt akartam elkerülni, hogy nem tudjuk, hogy mi történt igazából. Hát, hogyha megpróbáljuk eltusolni ezt az ügyet, mindannyian bűnészesek leszünk. Megmondtam a dolgom az adóhivatallal, engem akarnának elkapni elsőnek. Miért pont téged akarnának elkapni elsőnek? Öngyilkosság esetén mindent kivizsgálnak. Látni akarják majd az áldozat portfólióját, az egész anyagi helyzetét, és tudni akarják majd, hogy miből kerül neki ekkora háza. Aj, hát az nem titok. Julia gazdag, ő vette neki a háza. Miközben? Nem is tudtam. Hallod ezt? Holnap már az egész klub erről fog beszélni. Nem akartam kihívni a rendőrséget, amíg nem viszel. Viszont azt egyáltalán nem értem, hogy te miért vagy olyan ideges? Kivéve persze, hogyha van valami kis rejtegetni valód az adóhivatal előtt. Én nekem rejtegetni való? Én akarom kihívni a rendőrséget. Talán te titkolsz valamit, lekészíted Csábi adóügyeit, és te írtad meg a végrendeletét is. Azzal gyanúsítasz, hogy összeszűröm a levet Csábival, és megfelik az egész város? Úgy hallom egy rokon. Már pedig én ki fogom hívni a rendőrséget. Hát, te akarod megmondani, hogy én mit csináljak? Most kanyarodott a ház elé. Lehet, hogy a szomszédok hallották a lövést, és már ki is hívták a rendőrséget. Ezzel a problémával meg. Akkor foglalkozom, ha tényleg bekövetkezik. Lehet, hogy már be is következett. Lehet, ez egy rendőrautó. Ez egy Volvo. Volvo? Ha, lefogadom most azon a gondolsz, hogy itt a svéd rendőrség. Örni és Kuki jött meg. Örni és Kuki? Akkor miért nem ezt mondod? Miért nem figyeltek rám? Igen, drágám. Már órák óta itt kínlódunk Julia cizeljával. Nem kínlódtok. Nem kínlódtok? Minden fogadtok. Egy Julia cizeljáról? Tudjuk, hogy Julia nincs itt van. Kell, elmondta nekünk. Á, vagy úgy. Most megálltak és a BMW-nek nézik. És azt is elmondtad nekünk, hogy Charlie elvágta a fülét borotválkozás közben. Minden tudnak. A golyót, a cimpát, a klótyóban nem húzok búcsú levet. Mindent. Miért nem mondod el nekem, hogy elmondtam nekik most? Azt hiszik, hogy totál hülye vagyok. Hát ez nem hülye. Hogy van Csáv? Elaludtam. Bánáját zorogatja és az ujját szopja. Tudtam a ház felé. Nem hívtek a szememnek. Hogy mer valaki ilyen ruhát fölvenni egy ilyen alkalomra? Szóval akkor mi lesz? Elmondjuk nekik, vagy nem? Miért nem mondanám ki? Ő nincs elő pszichiátere. A pszichiátereket köti a titoktartás. Ez azzal kapcsolatban, hogy a paciensétől hall. Nem vagyunk a paciensei. A paciensé épp odafönt van és szopja az ujját. Borzalom, hogy ezért az estért még a babysittert is fizetni kell. Akkor kihívjuk a rendőrséget, vagy sem? Én azt mondom, nem. Kuki főzött a főzőkezet a tévében. Mi van, ha elszólja magát éjjelás közben? Komolyan azt hiszed, hogy élőadás közben öngyilkossági receptekkel diktál? Hát véleményem szerint még mindig az a legosabb dolog, hogyha nem mondunk nekik semmit. Jobb élni, mint megijedni, nem? Le, és ki az adhoz. Krista meg akkor hoz nekünk valamit inni, és csináljuk úgy, mintha remekül szórakoznánk. Szóval mi a döntés? Őknek elmondjuk, de Kukinak nem? Egyik őknek sem mondjuk el. Már azt is megbántam, hogy neked elmondtuk. De csak nyis sajtot! Várj, ne nyis ki az ajtót, amit felmérje. Hát, ha Charlie fölébredt volna, és ki tudok belőle szedni pár dolgot. Elvettem tőle a váriumot. Elrejtettem az orvosság a szekrénybe. Hogy nem így oda rejtek helyet találtál neki. Szóval, erre
Mrs. Thatcher azt mondja, hogy nem is tudom, de lehet, hogy az esergyétartóban van. Szóval mindenki készen át eljel? Igen, lehet. Szia! Milyen csinosan vagytok. Gyerekek, Örni és Kuki vannak itt. Ah, szevasz, Örni, szevasz, Kuki. Szia, Kuki, szevasz, Örni. Szevasz, Örni, szevasz, Kuki. Folytasd a történetet! Mit mondott el Gorbacsov? Gorbacsov? Gorbacsov erre azt mondta, hogy nem is tudom, de még sosem ettem macska eledet! Bocsánat, hogy elkéstünk. Mire maradtunk? Ne hagyjátok békén, Lenik, ezt meg kell hallgatnotok Mrs. Thatcherről és a macskájáról. Mindenki olyan gyönyörű. Kuki, egyszerűen meg kell bolondulni a ruhától, hogy te mindig a legeredetibb dolgokat tudod előásni. Honnan szeded ezeket? Jaj, hát ez legalább 60 éves. Még a nagymamáméból, még Oroszországból hozta magával. Nem ez volt rajtad az izomsorvadás bármi júniusban? Nem, a tüdőtágulásban augusztusban. Ó, milyen csinos. Párna. Csak nem ajándék Charlie-nak és Julia-nak. Nem, a háta miatt hoztam. Megint kiment a derek a öntözködés közben. Jól vagy, édesem. Jól vagyok, szívem. Jaj, te szegény, hogy ez a te állandó derékfájásod szövegében. Hát szóra sem érdemes, csak leülni és felállni nem tudok. Te Leni? Az ott kint a bebélyemlék? Látom, jól meghajtottad két nap alatt. Idióta belemegy a oldalamba, összvíz még csak 12 mérföld van benne, úgy megrántottam a nyakam, hogy azóta is csak csillagokat látok. Jaj, nekem is kivenne el a nyakam. Iszonyatos fájdalom. Ó, milyen szép ajándék! Kimozda! Csak nem tört el! Csak egy olom pista. Lenik le, amikor sajnálom. Véletlen volt éves. Természetesen veszünk helyett egy másikat. Nagyon ragaszkodtok hozzá. Ki kell inni? Nekem jól esetleg. Mi van én? Én megletezem a vászatokat. És itt nekem akartok hozni egy igaz? Ilyen kedves emberek. Viszont kérlek. Hagynom kellett volna, hogy ez a hol is hívják. Múlú vegyek föl. Még mit? Hol van Ken? Ken? Kenen Csárival van. És Julia? Julia Kenen. Várják, hogy Julia felöltözzön. Jajajaj, Jézusom! Mi történt? Görcs! De már elmúlt. Csak beleállt a hátamba, aztán vége. Jól vagy, Micikém. Jól vagyok, Macikám. Nincs kedvetek esetleg kiülni a teraszra. Olyan gyönyörű este van ma. Na jól van. Jól van, gyerekek, mégis mit vagy ki? Ezt meg hogy érted? Komolyan azt hiszitek, hogy nem veszem észre, hogy mindannyian furcsán viselkedtek? Hárban akartok nekem italt hozni. Chris ragaszkodik hozzá, hogy meghallgassuk azt a vicces történetet most meg. Lenni azt akar, hogy mindannyian menjünk ki a házból. Ti mind elterelő hadműveletet végeztek. Hogy miért? Hát ezt igazán nem tudom. De igazán van? Nem véletlen, hogy ilyen méregrága orvos vagy. Na jó, valaki mondja le nekik. Mit mondja le? A meglepetést. Milyen meglepetését? Az este nagy meglepetését. Miféle nagy meglepetés? Hát ez a legcukibb dolog, amit valaha is el tudok képzelni. Nem igaz, Claire? Jaj, nehogy nem. Akkor mondd el te. Nem. Muszáj lesz, most lejöttem. Hadd segítsek. Apám. Jól vagy, Pipikém. Jól vagyok, Pipikám. Szóval, mi az a nagy meglepetés? Szóval, mivel Csalinak és Julián van a 10 éves házassági évfordulója, elgondolták, hogy elküldjük itt valahol a személyzetet. Aha. Semmi, mi se senki. Aha. Hát nem frenetikus, csak mi magunk. És az miért frenetikus? Mert összefoghatunk, mint a régi szép időkben. A
pénz és a sikereket, mikor még csak elkezdtük az életet, azok voltak a legszebb évek, nem? Nem. Én utáltam azokat az éveket. Imádom a sikert. Nem gondolod, hogy mostanában az emberek olyan boldogok, senki sem akar már dolgozni. Én napi 14 órát dolgozom. Hetente 37 ebédet főzöknek. Főzök a tévében, főzök a családnak, főzök a szomszédoknak, főzök a kutyáimnak. Igazán nem bántam volna egy nyugalmas kis estét. De nem akarom elrontani senki mulatságát. Mit kell csinálni? Főzni kell. Hogy mi mindannyian együtt főzünk a konyhában? Mindenkit kivéve Csányt és Júliát. Őket fölhagytuk, hogy készüljenek. És mit fogunk főzni? Minden elő van készítve. Van kacsa, sonka, füstölt pulyka, meg spagetti. Kacsa, sonka, az nekem túl sok koleszterin. Ördi, nem a hosszú élet reményében jöttünk ide. Csak azt nem értem, miért kellett fölvennünk a legjobb ruhánkat ahhoz, hogy megfőzzünk egy vacsorát. Ez nem a legjobb ruhád. Ez egy 50 éves lengyel ruha. Ez egy 60 éves orosz ruha. Költve hiszem, hogy érdemes volna vitálni az öltözködésről. Én nem mondtam, hogy ne főzzünk. Nem mondta, hogy ne főzzünk. Nem értem, miért ilyen feszült mindenki ezzel a témával kapcsolatban. Mikor van ő, mi nem kell ebből csoportterápiát csinálni. Ez nem is emlékeztet a csoportterápiára. Neked aztán igazán tudnod kéne. Hát ez pazar. Nem akarod esetleg felsorolni a csütörtök esti programot összes részvevőit? Miért van az, hogy mindenki folyton öröhít és engem üzenne? Ebben a pillanatban léptünk be az ajtón. Beszéltek halkabban. Ne rontsuk el Charlie és Julia meglepetését. Milyen meglepetés? Azt hittem az ő ötletük volt. Figyeljetek, én nem akarom elrontani senki mulatságát. Majd én egyedül elkészítem a vacsorát. Önni meg felszolgálja. Szívecském, senki nem várja el tőled ezt az áldozatot. De hogy tényleg ezt akarja csinálni, hogy csinálják, miért ne? Mi benne vagyunk? Boldoggá lesz, tőlem akár el is mosogathat. Adjatok nekem 3-4 órát, és ígérem, ez lesz a legjobb vacsora, amit valaha is részt vettünk. Mi az ördög volt ez? Semmi rész, csak nyugalom, minden a legnagyobb rendben van. Szia, Örbi, szervusz, Kuki. Krisztelgál, fel tudnál nézni egy picit az emeletre? Jaj, bocsássatok meg, hát elképesztő, hogy nem hagyják békén az embert. Most én örültem meg, vagy ez tényleg egy kicsit? Megörültem. Lövés! Dehogy is, ez egy autókifogója van. Csárdi szobája. Talán nem álltam, hogy fölmenném is megnézni. Jaj, dehogy nem is kellene felmenni, mert fönn van Charlie, Julia, Ken, Chris is. Lassan többen lesznek, mint mi. Azért egy lövésre mégiscsak oda kell figyelni. Örülünk erre, menj fel és nézd meg. Jaj, hagyjanak. Tudom is, hogy mi voltam. Léggömb volt. Ezek reggel óta léggömbökkel szórakoznak oda fel. Hát a hangjából ítélve nem léggömb volt, hanem legalább a cepelin. Megnézem, hogy mi folyik ott. Hát akkor hogy készülnék el a vacsorával? Charlie és Julia már biztos majd éhen halnak. Csináltam meg a vacsorát, és Ördi, légy szíves, hozd már nekem egy fröccsöt. Klerte meg, addig tegyél be valami zenét. Majd én fölmegyek és elintézem. Szóljatok, ha netán Dr. Bubó telefonnál. Majd én felveszem. Nekem akkor is lövésre hallott. Gyere, Ördi, kezdjük el a főzést. Segíts felfelem. Haló? Kicsodával, Dr. Puszták? Igen, itt van, mi keresik őket? Igen. Aha. Megismételni? Konferencia hívás. Mr. és Mrs. Flett, Mr. és Mrs. Klein, Mr. és Mrs. Fishman. Ja, ez a péntekesi csoporton telefonon kezelem őket. Menj csak, szívecském! Egyedül is fel tudok állni. Átkapcsolom a konyhai vonalra. Haló? Igen. Nem, a férjem nem régkült fölnöket. Igen, szólok neki. Ki az? Dr. David utársága. Jézusom! Mi az? Az ott Kuki. Nincs baj, mindig ezt csinálom. Így nincsen fel a nyomása a terekamon. Hol van ő? Oda mellettem a kintetesi csoport. Hogy hában az egész csoport?
mi az meg itt a derekad? Nem, gombosték vannak a földön. Jaj! Az másfél. Csupa munka és kacagás lehet vele az élet. Mit történt tudok kell? Charlie jól van? Persze, Charlie jól van, csak kell el akarta rejteni Charlie pisztolyát, de véletlenül megbotlott Charlie papucsában, és tök véletlenül elsült a pisztoly tök közel a füléhez, és most mind a két fülének tök sok. Ken vagy Charlie? Ken, Charlie teljesen kinyitotta a nyugtató. A telefon. Letették, de átvettem az üzenetet. Miért nem mondtad akkor, amikor még odafönt voltam? Mit mondtak? Azt, hogy Dr. Daddy már egyszer visszahívta ezt a számot, és nem szeretné, hogyha megint kihívnám az előadásról. Át fogok menni egy másik orvoshoz. Nem fogom az életemet egy belpőnik a szemikritikusára bízni. Halló? Igen, itt megint Leonard Gans beszél. Nem. Dr. Dudley még nem hívta vissza ezt a számot. Megtennél szóval neki? Köszönöm. Szóval miért kellett Krisznek fölmenni a kellhez? Fölhívja Ken orvosát. Ken, ugye nem hallanám, mit mond neki az orvos? Vissza is kell mennem. Azt akarod mondani, hogy elmondta az orvosnak, hogy egy pisztoly sült el a füle mellett? De hisz akkor Charlie-ról sem hallgathat. Nem. Azt akartam mondani, hogy sétált az utcán is egy... Neo reklám fölrobbant mellette. Látod, ez nagyszerű ötlet. Csak hogy ugye nem sikerült elérni az orvost. Úgy látszik valami járvány terjed a pontfény. Ezek mindig megvárják, hogy felérjek. Mert drágám, légy szíves, vedd fel. Majd képtelen vagyok ezt követni valami könnyező kéne az agyomba. Halló? Jaj, Dr. Daddy, köszönöm, hogy visszahívott. Akarsz beszélni vele? Á, nem, csak egy terheléses vizsgálaton veszek egy önkéntes alapon. Tudod, ha Örni nem jön rá, hogyha valami nem skinnel soha, többet nem megyek hozzá csoportterápiára. Halló? Igen, itt Leonard Gans beszél. Igen, volt egy kis baleset. Csúnyán megrántottam a nyakam. Igen. Charlie? Charlie Brock? Charlie-nak is az orvosa. Nem, Charlie már sokkal jobban van. Ken? Maga ismeri Kent és Kriszt? Kent is az orvosa. Lehet, hogy nagy vállalkozó. Miért nem foglalod már el magad valamivel? Egyéb földben az zenét. Igen? Hogy hideg borogatás? Remek ötlet. Akkor kapcsolom magának Kriszt. Melyik csönd Charlie szobájában? Miért? Ki fogja azt ott meghallani? Hogy tudsz ekkora bunkó lenni? Esküszöm, könnyebb lesz, ha én magam megyek fel és szólok neki. Halló? Ja, hát igen. Az én feleségemnek is van egy kis gond a fejével. De az nem úgy kellett jönni. Akkor kapcsolom magának Kriszt. Tessék tartani. Ennek az embernek muszáj adni valami ajándékot. Adjuk neki kukit, legyen ő is a betege. Megnéznék, hogy ő formál a könyvnek, vagy csomán. Addig én felmegyek. Azt hittem Leni hangját hallom, itt azon a könyvön. Csak ide majd megfogom. Hogy van kukit? Hát, nem valami jól. Adtam neki néhány aspirint a hátára, de mindent belejtette a látásba. Leni, akkor majd mindjárt elmúlik a fejfájása. Mit mondott Leni, mi volt ez? A pisztolylövés. Szóval pisztolylövés volt? Nem, csak arra a hangra utaltam, amiről te azt gondoltad, hogy pisztolylövés volt. Hát nem légyön volt, azt tudjuk. Hát persze, hogy nem. Egy flakon borotva habrobban. Fogta magát és törrobban. A borotva hab törrobban. Nincs nagy baj, nem hagyfoltok. Igen, akkor. Örni, ki kellene vinned a szemetet? Még nem végeztem a csoportot. Most épülik egymást. Félretettem a kajdót. Sokáig tart még az ilyesmi! Sokáig az ilyesmi. Talán jobb lesz, hogy kicsit ledőlsz a vendégszobába. Talán ha ledőlnék a vendégszobába, az jó lenne. Igen. Mit mondott Krisznek az orvos? Átküldte egy másik orvoshoz, ő maga se érzi jól magát. Ez az iszonyatos nyakfájás. Meddig kell várni, hogy elkészüljön az ember fröccse? Megérteni, öccse! Fröccs! Az öcsének egy szót se Charlie-ról, amíg nem tudjuk, hogy mi történt igazából. Van egy kis baj. Lehet, tudnál nekem segíteni? Örni, kivitte a szemetet, de becsapolott meg a te konyhádba. Be tudnád engedni? Hú, persze. Úgy hiányozza nekünk.
rögtön, hogy ne kelljen hajtódni. Hello! Hol van fel? Kiment, hogy beengedje ön. Vagy úgy. Ó, hát itt vagy. Koki, forra víz a spagetti. Miért nem tettette a kalékra? Nem tudom, hogy kell. Nem nézek a műsorodat. Akkor majd én. Kezdem úgy érezni magam, mint valamelyik betegem. Minden a legnagyobb rendben. És akár magad kimentek a kormányba. Ha elszínnék, akár egy havannát is. Hallod, hogy mi történt Kennel? Megsütött. Női eltúrban. Legalább kimarad ebből a cirkuszból. Azt nem értem, hogy miért falaznak ennél a csányban. Kuki úgy jár kell, mint egy zsiráf, kell majd a megsüketőt lenni, mozdítani is a nyakát, és mindez miért? Még egy pisztolylövés, és az egész világ tudni fogja. Nem érdekli ez az egész világot. Paraguay és Bolívia például tesznek az egész világot. Jött egy autó. Hívtak még valakiket? Csak Harryt és Lizát, de ők Venezuelába utaztak, azt mondták, telefonálnak ma este. Venezuelába? Így jó szagú úristen. Talán mégis eljött a hír Bolíviáig. Nem. Giuliának Porsche-ja van, ez még egy Audi. Kérdeznek Ken, ő lehet, hogy tudja. Ken, most épp szájról olvas. Nem érni, hogy nem tudnázt olvasni, hogy Audi. Gény! Ez meg mit? Kogi felrobbantotta a mikrohullámos időt. Krisz, légy szíves, nézd meg, hogy mi történt a konyhában. Lehetetek, nézd meg, hogy kik jöttek. Én meg felmegyek Sándorhoz. Jézus, úgy érzem magam, mint a Pearl Harbor, de... Haj, a fenébe melégettem az ujjamat! De jó Isten! Hallónak a vérzivatoros hónalját, de fáj, basszus! Kuki lejtette a jegész acskóját, elcsúszott rajta, és nekiesett a tűzhelynek. Aztán megbillett a forró sültes feldén, nem kaptam ne a kukirás sem. Aztán elvettem a forrótálat, és az pont eltalálta az asztalon lévő vizes kacsot, ami összetört, és összevagdost a Kuki karját. Konyhalóan tekertem a csuklójára, és megütöttem a konyhaszekrénynek. Kéne valami, kötszer a karjára, és kenyíts az ujjainak. Hihetetlen az egész egy pillanat műve volt. Bámulat köszönöm. Kínok közt fetreng, és mégis egy szuszra elmondja az egész. Azt a kötszer, mit állsz? Ott, mint egy szinta okozóban. Bocsáss meg, kérlek, hallottam, hogy én kérdezik a... Van neked most pontos a dolgot is elmény? Az biztos. Tudod, melyik az a film, amire ez az esteire inkább emlékeztek engem? Az apokalipszis most. Itt az autó. Nem is akarok tudni, hogy kik jöttek. Nézd meg te, mintha akkor jó lenne. Glenn is keszi az. Glenn is keszi Cooper? Együtt? Hát úgy jönnek. Úgy, hogy nincs velük minden rendben. Attól járni még tudnak. Nem tudna, hogy van ezt társadalomban, hogy bókik szívem. Na és? Hát csak eszi az, hogy nekik összekapcsolják egy ilyen elkusolt öngyilkosságos kísérlettel. Búcsút írtát a karrierjének. Nem lehetett, hogy kell rájön mindennek a nyitjára, mielőtt még csöngetnének. Hát ez nehéz kampány lesz. Figyelj, nekem most ki kell mennem a mosdóba, nyisd rajtot, hisz a vasat testen. Én azóta nem mentem ki, mióta megérkeztünk. De hogy nem, még így fürdőszobájában. De akkor senkinek nem kellett ajtót nyitni. Tudod, hogy le van egyre az egész, hogy valaki ajtót nyitja. Hát senki nem nyit ajtót. Le, Krisz! Hol vagytok? Nekem szóltál! Nem neked szóltam, Ken, tedd vissza a törölközőt a fejedre. Jó. Claire, Chris, hol vagytok? Lassan kezdek olyan állapotba kerülni, mint az autó. Lenny, találták ötszert? Senki nem nyit ajtót? Ezek valamiben sántikálnak az én szimatom, nem csak? Halló. Jó estét. Jó estét. Nem is tudom, hol van. Ezek szerint mi vagyunk az első. Nem, már minden itt van, csak egy kicsit szétszerűen. Kaphatni egy ügyet? Dugd a kicsimát. Vladimir, hívjél. Azt hiszem, hogy nem találkoztunk. Örni, kiszek vagyok. Mit köszönöm, Örni?
Elnézést, hogy ilyen a kezemben történt egy kis konyhai baleset. Sajnálta hallom. Szívesen csevegnék tovább, de a feleségem éppen a konyhában vérzik. Köszönöm, hogy ez a konyha is elvágta a karját, én meg megérettem az ujjaimat. Hát ez rémes. Azért tartozom, mert semmi jók. Örülök, hogy összefutottunk, mindjárt kész leszünk a vacsorával. Vajon mi történhetett a pinészitársnőjükkel? Szereted, jól nézek? Igen, nagyszerűen. Olyan motivatónak érzem magam. Isten, dehogy, ez gyönyörű vagy. De olyan valahogy nem jó, igaz? Láttam, amit azt nézted a kocsiban. Nem azt néztem. Hát akkor mit néz? Gondolom az utat. Mindig megérzem, ha utálod, amit visel. Ezt imádom ezt a ruhát. Mindig is imádtam. Most van rajtam először. Mindig is imádtam az ízlésed, úgy értettem. Aj, Isten, néha olyan nehéz a kedvedre tenni. Miért? Most mit mondtam? Az megy az idegeimre, amit nem mondasz. Amit nem mondom? Hogy mehet az idegeimre, ha nem mondom? Nem tudom, hogy rám nézel? Nem néztem rád sehogy. Állandóan engem nézel. Persze, mert mindig azt kérdez, hogy téged nézel. Az lenne a jó, ha nem kellene, hogy megkérjenek rá. Az lenne a jó, hanem igényelél, mert akkor nem kellene kijelned sem. Soha nem érzem, hogy mellettem vagy. Millió időt van a világban mindenki másra. Csak nekem kell botrányt csinálnom, hogy észrevegyél, ha belépek egy szobába. Most együtt jöttünk be. Már korábban észrevettel. De szintén, kérlek, ne kezd előről, így is 3-4 órát késtünk. Nem akarom el, hogy is előzőjük a estét. 3-4 órát késtünk azért, mert te húztad minden egyes ruhára a szádat, amit felpróbáltam. Nem húztam a számot, mosolyogtam. Mindig azt hiszed, hogy húzom a számot, mikor mosolyogok. Mikor vigyorgok, azt hiszed, hogy vigyorgok, mikor vigyorgok, azt hiszed, ásítok. Nem kell ez a gunyoros száj. Ez nem gunyoros szájvigyeztés, ez már inkább ideges arcrángás. Hát, hogy mi a banális ez a beszélgetés? El sem hiszem, hogy mi mondjuk ezeket a szavakat. Úgy hangzunk, mint valami el... Fuserált szappanoper a szereplők. Na, helyben vagyunk. Ó, nem, keves Mr. Tőkény. Nem fogok káromkodni. Nem kockáztatom meg, hogy kapjak egy vigyort, egy vicsort, egy gunyoros szájvigyeztést, esetleg ideges arcrángást. Isten, nem csak valami emberi tökéletlenséget mutassa. Mert ha van az utcán, találhatom magam. Vállóperes idézéssel a kezemben. Mi ez az örökös duma vállóperes idézésről az utóbbi időben? Mostanság nem nézek rád, mert félek, hogy nem tetszik, hogy rád nézel. Igazán nem tudom, hogy mi az ördögöt akarsz tőlem, de komolyan. Semmit sem akarok tőled, Jesse. Úgy értem, szeretném, ha minden úgy van, amit ezelőtt, mielőtt így alakult volna. Néha úgy érzem, hogy megfulladok tőled. Haza akarok menni! Haza? Még csak most érkeztünk, nem találkoztunk senkivel se. Ó, nem tudom, hogy leszek képes végig csinálni ezt az esélyt. Ezek mind a te barátod. Mindenki tudja, hogy mi folyik itt. És te még azt várod el tőlem, hogy úgy tegyek, mintha semmi sem történne. De hát semmi sem történik, ezt nem tudom, miről beszélsz. Jaj, csak ne gyere nekem a hazugságaitat. Az egész város tud rólad, meg az olcsó is. Bölcs! Teljesen fölfújod a dolgot. Azon, hogy a demokrata választási bizottságban van benne. Az ég szerelmére eddig mindössze 2 koktélpartin találkoztam vele meg a férjével. Igen? 2 koktélpartin? Igen, 2 koktélpartin. Te azt hiszed, hülye vagyok? Nem. Azt hiszed, vak vagyok? Nem. Azt hiszed, nem tudom, mi folyik a hátam mögött? Igen, mert nem tudod. Mondok én neked valamit, de figyelsz. Csupa fül vagyok. Már egy éve tudok rólad, meg Carolyn. Ez elég érdekes, ugyanis én mindössze 4 hónapja ismerem Carolyn. Kérlek, hogy beszélj egy kicsit halkabban, az inas biztos mindent hall. Azt hiszed, hogy érdekel engem az inas meg a nyomorult szakácsunk? Az egész város tud rólad meg az olcsó kis libádról. És én azon izgassam magam, hogy mit gondol a személyzet. Szörnyen felvasgózom, és kegyeszi. Ezerszer megmondtam, hogy ne törzsölgesd a kristályodat. Veszélyes, olyan, mint a kábítószer. Micsoda? Hogy ezért van ez a nagy alkoholás? A jó híred? Az amerikai történelemben elfoglalt helyedet félted. Tudod, mi lesz a te helyed az amerikai történelemben? Emléktáblát fognak állítani neked meg a kis libádnak valami kacos modellban. Keszik fejezbe, kérlek, már megint nagyon föl vagy húzva. Megmondtam, hogy ne törzsölgesd a kristályodat. Keszik, mit csinálsz? Tedd-el? Keszik, nem akarom, hogy meglássák a barátaim, hogy mit csinálsz. Mi? Hogy a te barátaid nehogy meglássák, hogy én mit csinálok?
Tudod, az, amit mindannyian meg akartatok nézni.
te is, meg Ken is, meg Julia is, meg Tali is. Aha. Igen. Ja, az a műsor, az a külön kiadása a CBS-en a... Hogy is hívjáktól a külhoda? Hitlerről! Igen, az a dolog Hitlerről. Komolyan, egy Hitlerről szóló dokumentumfilmet akartatok megnézni Csárni és Gyula 10. házassági évkorában. A gyermek Hitler, de és más megközelítés. Igen, kész a vacsora. Egy dupla viszkit hoztam. Köszönöm. Lenni találták össze? Ott hagytam Hitlernél, akarom oda tépni. Mindjárt jövök. Bocsáss meg, az kínosnak néztem. Volt egy ilyen gyanúm, valójában pszichiáter vagyok. Szörnyen sajnálom, Glenn vagyok. Hogy van a feleséged? Most már sokkal jobban így, hogy a spagetti fő. Bár a kacsa meg jéghideg. Úgy értem, a karja hogy van? Ja, hogy az a semmiség, kemény csaj, kicsit megröcsöltek az ujjai. Nem kéne hozzá orvost hívni? Csári orvossal egy 10 percre lakik innen, doktor Tárdinak hívják. Már hívtuk, nem ér rá. Akkor hívtátok kukipa Leni? Nem, Leni nyaka miatt hívtuk. Leni nyaka miatt? És aztán elmondtuk neki, hogy mi történt Ken fülével. Nem hihetetlen, ilyet tudok hozni egy felrobbanó borotvalab. És volt. De a felrobbanó neon hatásától felrobbant a borotvalab. Ezt most hallom először. Azok már kocsitelen tapasztalatú izgatottság. Kicsoda Glenn Rózus. Ezt nem mondhatod komolyan. Bárcsak így csinálnám az adózatolását. Te Glenn Cooper vagy. Indulsz a helyi választáson Bókruxiben. Úgy van. Van egy jó barátom, aki ismert téged. Valóban? Ki az? Harold Green. Harold Green? Harold Green. Persze, jó ismerem Harold Green. Együtt jártunk a Pennsylvania Egyetemre, bár már évek óta nem láttam. Mit csinál most felség? Egy meghatalmazásra készítem a mi klubunkban, hogy csak szabálni járod a megtek. Örni, Kuki rád vár, kötözőben. Megyek már, tessék, tessék a különbségedet, jéggel kértem, ugye? Jég nélkül kértem. Ez azt hittem, én vagyok az imas. Ahó, mindenki! Segítség! Valaki adjon nekem gyorsan egy italt! Jobban hallasz már! Persze, jó a Valentine's, mindenki csak legyen jó, köszönjük! Csábi, biztos tud adni valami fülcseppet. Te találtál fülcseppet, hogy üzmények ötszette este? Nem néztem. Akkor megyek meg bizárt. Azon meg van, hogy néztem, de nem találtam. Elfelejtettem, hogy néztem. Egy macska van. Macska? Hát hallottam, hogy egy nyár, macska nyár. Na már meg! A telefon cseng. Jen, az aztán egyáltalán nincs itt. Tisztán, hallom, macska nyár! Majd én fölveszem. Mi is nagyon éhesek vagyunk, cica, micát, mi se kaptunk még enni. Halló? Itt Leonard Gans beszél. Tessék, nagyon rossz a vonal. Alig hallom. Aha, kevés viza az Venezuelából. Csáziból és Giuliával akarnak beszélni. Hát arra befizetek. Liza, kezdj unok a testvére, idegyobban biztos beszéltek valamit. Kezdj! Igen, már egyre jobb a vonal, igen. Igen, most már hallod. Igen. Persze, mindenki itt van. Persze, igen. És persze, igen, pompásan mulatunk, ugye? Igen. Kezdj! Lesz egy szívet beszélni vele. Én? És Charlie-val és Giuliával akar beszélni. Most te fogsz vele beszélni. Liza? Micsoda kedves meglepetés! Nem, Claire vagyok. Hogy Julia? Vörös kimono van rajta, még négy kínai anya küldte neki. Igen, egy percés adom. Esze beszél vele? Ott így a telefon. Ígérem, egy évig én viszem a gyerekeidet a suliba. Én megtettem a magamit, nem vagyok a nemzetközi vörös kereszt. Jesszik, hol van? Liza? Jaj, szia, drágám! Nem, Krisz vagyok, igen. Küldtetek
ajándékot. Eredeti Stolberg-újság. Na. Hát ez az az emeltető. De várjál majd Julia elmeséli, jó? Ki nem beszélt még vele? Ken még nem beszélt vele. Ken, akarsz beszélni Lizával? Testvér? Itt van a vonalban Liza. Persze, hogy mernék már az a... Liza, egyre rosszabb ez a vonal, egyre rosszabbul hallak, igen. Cassie, gyere már, mindjárt szétkapcsolnak. Bimban, kész a vacsi? Ki az, ki örömöd? Mondtam, az unoka testvére telefonált lesz a Istenem, halálra rémített! Ilyetembe belejtettem a kristályomat a vécébe! Egy 2 millió éves kristály! Na jó, nekem ebből elegem van. Nesze! Beszélj vele, tettek, hogy se hallasz semmit neked azt a vécébe! Ne csokáig, te idióta! Szeret vissza a kristályomat! Igyolj már meg! Hello! Megyek, szólok, Csárdi, nem tudom. Csárdi, Julia! Csárdi, Julia! Ez most már kivett, ez végleg kivett. Háló! Minden is megjelent. Olyan, mint hogy a megvalmint a saját kicsáját. Hogy a fele egyenleg ez a magasztás pályás. Háló! A villád megcsikordult a tányéról. Hogy a kicsodám? A villád megcsikordult a tányéról. Megint alig hallok, Glenn. Nem én beszéltem hozzád, Ken, hanem Chris. Jó, azért már ki tudom venni a hangokat. Elhúzik egy hangposznány. Szerinted elszívhatok még egy cigarettát? Micsoda? Ne! Semmi cigarettázás! Még mindig nem tudom, aki rendet régen történetet. Az egész annyira hihetetlen. Azt mondja, hogy ez az egész annyira hihetetlen. Na már, hogy azt hiszem, minden színészi képességünket bevetettük, hogy elrejtsük előletek az igazságot. Szóval Julia nincs is itt? Úgy van. A személyzet sincs itt? Úgy van. Charlie meg fülcimpál lőtte magát? Úgy van. Hát ennek se füle, se farka. Úgy van. De hogy nekem úgy nem esett le a tanulsz. Mindenki föl le rohangál a lépcsőn, senki nem meg ajtót nyitni, borotva habos plakonok jobb vannak. Mégiscsak a belőkórház főorvosa vagyok. Hogy vehettem be egy ilyen mesét? Egy pillanatig sem estetek ki a szeretetekből. Én annyira megkívántam a cigarettát, hogy bementem Sádi fürdőszobájába, és rádutott, hogy fölcsisztítok pár cigára? Hát neked semmi önvállalat sincs. Dehogy nincs, csak fél is szívtam el. Kedve valami baj van? Talán még éhes. Akarsz repetát, Ken? Nem, mondani akar valamit. Mi a baj, Ken? Sajnálom, gyerekek, de én nem bírom tovább ezt a feszültséget. Muszáj lesz elmondanom. Julia nincs itthon, a személyzet nincs itthon. Csak tovább veszed és átadta a koncintáját. Lehet, hogy öngyilkos akart lenni, lehet, hogy nem is érdekel, csak annak örülök, hogy végre elmondottam nektek ezt az egészet. Nincsen semmi baj, Ken. Tudjuk. Lenni mindent elmondott. Tudjátok? Igen. De ki mondta el? Lenny mondta el. Hogy Glenn mondta el? Nem Glenn! Lenny mondta el! Bár csak totál megsüketülnek. Igaz ez nem? Te mondtad el nekik? Edd már meg a nyomorult vacsorádat és szállj le rólunk. Tudom, Lenny és Ken nagy lelkinyomás alatt volt. És én talán nem. Majd kiköptem a tüdőmet, hogy eljátszam Julia itthon van. Valóságos párbeszédeket folytattam odafönt. Még a hangjám is utána szám! Hát te voltál az! Majdnem sikerült átverned. Sikerült is? Igazad van. Tényleg sikerült. Szóval akkor nem is néztetek itt le a CBS-en? De! Hagytunk csapot, papot, minden csak, hogy megnézhessük Adolf Hitler tündöklését és bukását. Neked tényleg elment az eszed? Ez annyira hihető volt, én is elhittem. Na és ön, Mrs. Cooper, mi is a feleséget keresztem? Cassie. Na és te, Cassie, neked nem volt valami gyanús? De. Már legalább 6 hónapja. Ezt meg hogy érted? Bocsássatok meg neki, biztos szörnyen feldúlt a listája elvesztése. Hívhatnánk egy vízvezetékszerelőt.
ők bármit ki tudnak szedni, jelgyűrűt, kocsikulcsot. Volt egy nénikén, neki a műfogsor esett a vécébe. Azt is kiszedték. És utána még volta. Természetesen előbb jól le kellett mosni. Felülöm akár szentelt vízbe is elszatott ment egy évi, akkor se venném mindkettel számba. Ez csak azért, hogy aki kristályra ülünk. A kristálynak valamiféle mágikus ereje van. Időről időre friss forrásvízben kell átmosni, és szarvasbőrt kell használni a nedvesség irritatására. A kristály rendkívül érzékeny jószág. És még nem iratszátok be valami jobb magániskolát? Isten segít neki, ha igazt és élvezetet nyújt, akkor mégis mi a baj velem? Nem kell engem megvédened ő. A kristályok évmilliókkal azután is léteznek, hogy ez a bolygó már régen elpusztul. De hogyha a bolygó elpusztul, nem pusztulnak vele a kristályok is? Hagyd neki! Én nem tudom, hogy segíteni rajta, de az elvédőben van egy nagy kristálycsillár, szólja. Kedves vagy, Kiszte, nem tudom, hogy segítenek. Legjobb ilyenkor békén hagy. Még nem voltam, de lehet, hogy kell, hogy megsüketünk, de én is szét tudom szedni a vécét. Nem először csinálnám. Nem hiszem, hogy ez lenne a legmegfelelőbb hely és idő arra, hogy véciket javítsi kívesen. Igen, talán egy másik helyen is másik helyen. Nézőkar, ide vagy oda, Kuki? Ez a vacsora. Fantasztikus volt. Nem kellene. Nem kellene. Csönd. Tényleg valami baj a valaki. Mi az kell? Itt nem kellene? Hát nem kellene valakinek fölmenni és megnézni a csálit, hogy egyáltalán éle még? Gyanúsan nagy ez a csend odakönt. Hát aztán honnan tudod. Sét? Erről igazad van. De mennyire igazad van? Annyira el voltunk foglalva az evéssel, meg a magyarázkodással, hogy teljesen megfeledkeztünk Charlie-ra. Pontosan ezt akartam mondani, igen! Majd én akkor felmegyek is. Vár egy percet! Itt mindannyian kényes helyzetben vagyunk. Nem csak Charlie, hanem mindenki jövője merőben függ attól, hogy kezeljük ezt a dolgot. Magadra mondod? Végül is nem. Cassie-vel szörnyén elkéstünk, nem hallottunk semmit sem. És mi Ernie-vel egész idő alatt a konyhában voltunk. Mi sem tudunk semmiről, sajnálom. Én akartam hívni a rendőrséget, ő Ken nem engedte. Ugye drágám, hogy akartam hívni? Lenny akarta hívni a rendőrséget. Mire akartuk ezzel kiukadni? Hogy Ken a felelős mindenért, hogy ő vigye el a balhét? Ugyanilyen. Csak azt akartuk mondani, hogyha netán kijönne a rendőrség, Ken lenne végül is a legjobb. Kell majdnem megsüketül csak azért, hogy Charlie-t és a barátait védje. Istenem, micsoda beszari társaság, többet vártam volna tőletek. Adott-e valamit ebből az egészből, Ken? Glenn, ha kérdeznek, ne szállj szíves válaszolni. Ja, Istenem, jaj, nehéz. Mi az? Elvesztettem a főbevalómat, a legjobb főbevalómat, a nagymamám főbevalóját. Hol vesztetted el? Itt. Valahol itt. Meg fogjuk találni a szívecském. Milyen volt? Szép! Nagyon szép! Igaz gyöngy volt benne, meg egy kis rubin, egészen rosszul vagyok. Ó, te jó ég! Mi az? Itt van a kezemben. Elfelejtettem, hogy itt van a kezemben. Ne haragudjatok, annyira gomagmozgat. Tényleg nem akartam. Szóval, mivel is beszélgettünk? Glenn, kicsit aggódom a feleséged miatt, szerinted jól van? Persze, nagyszerűen. Most biztos csak azon törje a fejét, hogy járjon hosszút rajtam. Ki fog találni valamit? Mondtam, hogy ki fog találni valamit. Mindenkit nagyon kérek, hogy bocsássatok meg. Tudom, hogy rossz voltam ma este. Tudom, hogy rossz voltam este. És hát elnézést kérek. Tudjátok, ma nagyon-nagyon nehéz napom volt. És úgy érzem magam, mintha nem is. Az úgy rendben van, Charlie és Julia sincs itt. Hát ez vicces, ez nagyon vicces. Nekem soha semmi vicces nem jut az eszembe. Mondd, de hogy csinálod? Nem tudom.
Bocsáss meg, megkívánnám magunk egy italal. Miért? Úgy nézek ki, mint megszomjazom. Ki nem akar ez bosszút tánig le? Rajtad vagy rajtam? Jól van, Cassie, elég volt. Miért célzol egyetlen? Tudod te azt nagyon jól. Fésülj vissza a hajad és ülj le arra a székre. Lenny, te tudod mire gondolod? Elnézést csak. Fölmegyek és elhozom Charlie pisztolyát. Cassie, mi itt mind a barátok vagyunk. Gyere ki velem a teraszon és beszélgessünk egyet. Ha ezt megteszed, én leverem a derekad és jobban fog fájni, mint az enyém. Most már értem, hogy miről beszéltek. Hát ez egyszerűen hihetetlen, mert hogy pontosan ugyanezt történt velem és Lennel. A Demokrata Választási Bizottság koktélpartiján, ugye? Ott volt ez az elragadó nő. Nagyon vonzó, nagyon bájos, nagyon finom asszony. Elmentek táncolni, és úgy tapadtak egymásra, mint légy a légypapírra. Ebből elég keszi, megyünk haza! Bocsánat, biztos túl gyorsan ettem. A telefon volt, az kellett megoldani. Majd én fölveszem. Halló? Szia, Charlie az. Mázli? Kinek Mázli az? Charlie nem Mázli. Persze, Charlie, igen, itt van mindenki. Len, Ken, Örni, Claire, Chris, Cassie és Kuki is. Igen. Nem furcsa, hogy itt minden nő neve K betűvel kezdődött? Tényleg. Kivéve Juliát. De Julia a második neve Claire. A férfi nevek meg rémlenek. Glenn és Kev. Tényleg. Csak örülök ki a sorból. Mi a fenét csináltok? Alagrombákat gyártok? Hagyjátok meg nyugodtan telefonálni. Persze. Ez teljesen érthető. Pihengesd. Még gondolkoznia kell. Gondolkoznia? Talán levet között. Gondolkoznia! Mi történt? Kidugult a krep, egyszerűen fogta magát és kidugult. Most olyan, mint a lennék a metróba. Hát ez figyelembe méltó, nekem még életemben először megfájult a fejem. Most jut eszembe. Örni vezeték nerekűszek? Az is kárval kezdődik. Neked csak most jut eszedbe a férjed vezeték neve? Hallom a saját pulzusomat is. Kicsit talán szakora, de összességében véve nem rossz. Megtapinthatom, az ilyesmihez nagyon érdek. Figyelmeztetek, Cassie. Ha így folytatod, ugyanott fogod végezni a kristályot. De hát kezdem nem könnyelezni a dolgokat. Ebből elég. Nekem maradnom kell téged, viszont beteszek egy taxiba. Ne fáradj, gyalog megyek! Gyalog? 22 mérföldet? Cassie, várj, beszéljük ezt meg! Sajnálom ezt a lányt. Különösen, mert egyszer majd megöregszik és meghal. Más is eszembe jutott. Glenn a Bentre járt. Majd ne fárasz már. Ha ti lennétek a csoportunk, soha többet nem kellene új csoportot indítanom. Maradjatok csak rá. Hallok valamit. Glenn és Cassie az. A kocsifelhajtón vitatkoznak. Ez a fiú úgy hal, mint egy farkaskutya. Nem hiszem, hogy hallgatózunk én nekem. Nem rám tartozik. A falon keresztül is hallja őket, akkor rá is tartozik. Valamiről vitatkoznak. Cassie írtó föld volt. Egy nőt emleget. Na azt meghiszem. Most rúgott egy nagyot az egyik autóban. Ki a BMW? Amekkor a mázlim van, tuti, hogy az épp oldalában rúgott. Rájöttem! Tudom, mit fog mondani. Len és Ken. Ez nem lehet véletlen! Nem! Glenn az! Glennet Juliával van vissza! Aha, vagy úgy! Gondolj csak be! Julia 7 nappal lát véve Glenn választási kampányán dolgozik. Hetente 2-3-szor, este is. Késő este. Hát persze, Charlie nem hülye, ő sem most jött le a falvédőről. Sarokon szólítja Juliát, ő mindent beismer. Kirúgja érte őt a házból, hazaküldi a személyzetet és megpróbálja kilocsantani az agyvelejét. Ezt nem tudhatod biztosan, ez csak a te feltételezésed. Nagyon, de nagyon veszélyes ilyesmit állítani. Nincs igazam, nem? Nincs. Miért nincs?
Nincs kedvem egyetérteni veled. Na jó, van, szerintem bőre kell vinnünk a dolgot. Én most fölmegyek és beszélek Charlie-val. Bár csak álljunk meg egy pillanatra. Nézzük Charlie szemszögéből a dolgokat. Tudomása szerint csak Chris és én tudunk a lövésről. Igazam van? Így van, hozzám egy szót se szólt. Végig egy párnán szó jutott a füléhez. Szóval azt akarjátok mondani, hogy Charlie nem tudja, hogy mi tudjuk azt, amit ő nem szeretné, hogy mi tudjunk, de igazából mindenki tudja azt, amit ő tud. Azt azért tudnia kell, hogy Julia nincs itthon. És hogy a személyzet sincs. Pontosan. De azt nem tudja, hogy ti tudtok a lövésről. Lassabban. Beszélj lassabban, mintha egy gyereknek magyaráznád. A lényeg az, hogy én megígértem Charlie-nak, hogy nem mondom el senkinek. És aztán fogtad magad és elmondtad mindenkinek. Nem, én csak neked mondtam el meg Lennynek, Lenny mondta el mindenkinek. De te akkor még süket voltál, amikor én elmondtam mindenkinek. És azután te elmondtad mindenkinek, miután Lenny elmondta mindenkinek. Beszéltek gyorsabban, úgy cseled semmit sem. Arra akartam kiukatni, hogyha a Charlie-t meghagytuk mostanáig, abban a hitben, hogy ti nem tudtok róla, akkor miért mondjuk meg pont most nekem tudni? Logikus. Ha szembesítjük azzal, hogy tudunk a lövésekről, lehet, hogy összevonni, és ezért amíg ő maga akár nem mondja nekünk, hogy mi történt valójában, úgy kell tenni, mint a semmiről se tudnánk. Tehát nekem kell fölmennem hozzá. Megmondom Charlie-nak, hogy mindjárt itt vagyunk. De akkor Charlie megkérdezi tőle, hogy mindenki tudja, hogy mi történt? Mire te azt mondod nem? Mire azt mondom nem. De akkor Charlie meg fogja kérdezni tőlem azt, hogy nos, ha én nem vagyok odalent, és Julia sincs odalent, na meg a személyzet sincs odalent, akkor mit mondtál neki? Valami nincs rendben kezével. Puff! Puff? Mi puff? Lehányta a kocsit? Behúzott edet benne. Szegény fiú, vérzik az óra. Szólj, ha Ben visszaüt. Ezt én is szeretném rá. Hagyjatok már csőn, de hát azt sem tudom, hogy hol tartottam. Azt mondtad. Tehát neked kell fölvennem Charlie-hoz, és elmondanom neki, hogy mindenki itt van. Miről megkérdezi, hogy mindenki tudja, hogy mi történt? Mire te azt mondod, hogy nem? Miről meg kell megkérdezni, hogyha én sem vagyok oda, és Julia sem tudja, hogy ez lesz. Megvan. Rájöttem. Az biztos, hogy Charlie tudni akar-e majd, hogy mit mondott nekünk ilyen. Erre kell azt mondja, hogy délelőtt egy hatalmas, jóindulatú szemölcsöt kellett eltávolítani az igazaz Charlie főről, de már jól van. Aztán délután Julia anyja váratlanul letörte a csípőjét, és be kellett vinni a kórházba. Ott is maradt vele éjszakára. A személyzet azt gondolván, hogy a parti le van fújva, fogták magukat és hazamentek. Aztán mi ideértünk, megértettük a helyzetet, és kidöntöttünk, hogy saját magunk készítjük el a vacsorát. Hát, ez az. Azt a részt azért nem hinném el, hogy Julia anyja eltört a csípőjét. Miért nem? Mert már 6 éve halott. Akkor az apja tört el a csípőjét. Az apja Kaliforniában él. Lakik itt egyáltalán valaki ilyen? Csak az unokatestvére Florence. Akkor Florence tört el a csípőjét. De Florence-nek van férje, akkor miért nem ő vitte be? Akkor Julia tört el a csípőjét, és a szomszédot vitték be. Ha a Charlie-nak csak egy szemölcsöt kellett volna leszedni a fejéről, ő is be tudta volna vinni. Nem tudsz kitalálni valamit. Hiszen én találtam ki mindent. Én találtam ki az anyát, az apát, az unokatestvért, a szemölcsöt és a csípőt. De nektek semmi sem elég jó. Mert nem logikus, ebben a történetben semmi sem hihető. Nem kell kikettőnek lennie. Ez az ember sokkos állapotban van, trauma érte, érzelmi zsákutcába jutott. Momentán tojik a logikára. Na de igen. Bocsánat a kifejezését. Telefon. Bravo. Eltalálta, hogy a telefon csak. Őrdi, nem tudod, hogy mi is tudjuk nézni a telefonból? Mindannyiunknak van telefonja. Halló? Igen, itt van. Egy pillanat. Te nő, azt nem keresi. És? Olyan a hangja, mint Julia. Hű, de már! Szóljak neki? Bármi. Glenn most éppen itt van a kertben. Mit mondhat, aki keresi? Én értem. Egy pillanat. Nem tudom előtteni, talán én azt talán nem. Mit mondott, mikor azt kérdezted? Ki keresi? Azt mondta, egy barátja. És hogy mondta? Azt mondta, egy barátja, és hányféleképpen lehet ezt mondani? Elég sokféleképpen lehet mondani, de részegen, kedvesen, cuki. Ilyen kedvesen, öntudatosan. Lelkezelő, zavartan, álságosan. Részjósulóan, titokzatosan. Adjátok már abba az ismeretes szópókert. Jó van, add ide. Nem téged kérlek.
ami azt illeti téged sem. Na, én felismerem Giulia hangját. Majd én megmondom, hogy ő az-e vagy sem. Halló? Nem, itt Leonard Gans beszél. Olyan ismerős a hangja. Nem találkoztunk mi már valahol? Értem. Nem hiszem, hogy az. Miért? Kire emlékeztet a hangja? Meryl Streep. Meryl Streep! Miért telefonál ide Meryl Streep? Nem azt mondom, hogy Meryl Streep az, csak hogy őre hasonlít a hangja. Tudod, hogy milyen a filmek, de tökéletesen adja a figurát, de mégsem azonosul vele teljesen. Hát ez a nő is itt hangzott. Mint aki nem Meryl Streep? Na helyben vagyunk, akkor most elkezdünk kérdez feleleket játszani. Kell szólni elégek lenni. Valaki kiment lenni. Halló? Letette, biztos gyanút fogott. Pszt, maradjad a csöndben. Megint hallok valamit. Fogadjunk azt hallja, hogy egy Concorde száll el Londonban. Nem, egy autó jön fel, a kocsi felhajtó. Lehet, hogy Giulia. Lehet, hogy Harry és Liza az Venezuelából. Baj van, Istenem, nagy baj van! Hát itt a rendőrség! Én rendőrautó! Mondtam, hogy hívjuk ki a rendőrséget, de most nézd meg, itt állnak az ajtóban! De vajon ki írtak ki a rendőrséget? Lehet, hogy Giulia, lehet, hogy Charles! Lehet, hogy Cassie. Ti ketten kitartoztatok a kocsiba. Használtok valamire a telefont? Telefonálásra nem. Orba vágott vele. Az én telefonommal a vadonatúj kocsimban. Köszönöm. Mindenki nyugodjon meg, ki kell találnunk, hogy mit mondjuk, ha bejönnek. Kesszével próbálnak beszélni, de nem hajlandó lehúzni a kocsi ablakot. Ezek be fogják törni az én ablakomat. Zacskóban vihetem haza az autómat. Miért hagytad kint az autóban? Nincs olyan állapotban, hogy a rendőrség kérdésére válaszoljon. Ahhoz elég jó állapotban van, hogy orba vágjon. A lancba összemélyeztem az ügyet. És még te akarsz indulni a helyi szenátusi választáson? Azt se engedném, hogy a pizzámért elindulj. Tiltök belétek, fiú! A 6 éves gyerekem értelmesebben viselkedik, mint ti. Igen? Akkor hívd ide a 6 éves kisgyerekedet, beszélj ő a rendőrséggel. Maradj már, Lenny! Chris is megtette magáért. Hát ő hívta fel a Dr. Dudley. Felhívta Dr. Dudley. Dr. Dudley mindenki felhívta. Dr. Dudley a kínai szaknévsorban is szerepel. Lehet Dr. Dudley hívta a rendőrséget? Megint a telefon. Bravo! Másodjára is eltalált, hogy a telefon is meg. Ez egy zseni emberek. A végén még megmenti az életünket. Halló? Igen, itt van. Bent téged keresek. Megint az, aki az milyen nő. Nem mondja meg a nevét. Lehet, hogy Giulia, lehet, hogy Mary. Tudod, milyen a hangja a filmekben? Mindig tökéletesen adja a figurát, de sohasem teljesen azonos vele. Hát ez a nő is itt hangzott. Ez hihetetlen. Ezek itt állnak, ajtóban ő meg össze. Ajaj, errefelé jönnek. Halló? Mindjárt ide érnek. Szia, hogy vagy? Nem megfázás. Telefonval esik. Figyeljetek, ő az, hogy nem beszélhetnek Charlie-val. Ők nem mehetnek fel, és Charlie sem jöhet le hozzájuk. Megpróbáltam beszélni Cassie-vel, de szörnyen földönt állapotban van. Figyeljetek, mindennél fontosabb, hogy ne tegyünk hamis jelentéseket. Nem szabad áthágnunk a törvényt. Ez mindennél fontosabb, értitek? Maja, mindennél fontosabb, hogy légy hű önmagadhoz. Ezek itt állnak az ajtóban az ég szerelmére, ezek teljesen elment az eszem. Persze, én is azt gondolom, hogy beszélnek kinek eszével, de nem hajlandó visszállni a kocsiból. Kérdezni fognak a lövésekről, arról mit mondunk nekik? Jó, akkor már 4 óra múlva visszahívlak. A 914-esen vagy? Öljük meg ezt az őrültet, folytsuk meg a telefon zsinóról és adjuk itt! Én átérzem a helyzet komolyságát, de nem tudok parancsolni a hólyagomnak. Megvan. Rejöttem. Azt mondjuk, hogy nem hallottuk a lövéseket. Úgy érted, hazudjunk? És most mi van azzal a bizonyos mindennél fontosabban? Az ma este nem érvényes, talán majd egy másik alkalommal. Ha engedtek kimenni a fürdőszobába, ígérem visszajövök. Nézd, én tudom, hogy egy értékes barát vagy, és még egyszer köszönök szépen mindent. Hagyjuk itt ezt a nyomorultat, és mentsük a bőrüket, hagyjuk itt az rendőrség karmai között. Most viszont mennem kell, majd akkor 4 óra múlva visszajövök. Szia! Gyerekek, mi a harci helyzet? Hát, úgy 6 héttel ezelőtt meghívás kapunk. Ez most valamilagban lenni. És most gondolkozzatok, miért nem hallottuk a lövéseket? Megvan! Mindannyian siketek vagyunk, hetente egyszer összejövünk, és ezért nem hallottuk a csöngetés sem. Várj az esetet a barosztóra. Én tudom!
Hitler műsort néztük, éppen belül bombázták, és ezért nem hallottunk semmit. De hát nem is volt Hitler műsor. Tényleg. Egészen csak azért találtuk ki, hogy ezt a barmot átvegyük. Most már elegem van belőle, Dani. Megjelölt engem még be, műsorkod. Nem tehetem, nekem a zene arra szóltunk. Zene, ez az! Mi az? Hát tök hangosan hallgatok a zenét, táncoltunk, és nem hallottuk a lövéseket csak, lehet, tegyél föl valamit. Ne, még ne tegyél föl semmit, valamit meg kell beszélnünk. Mit? Hát ki játssza el Charlie-t, hogyha úgy alakulnának a dolgok. Hogyha hogy alakulnának a dolgok? Hogyha úgy alakulnának, hogy beszélni akarnának Charlie-val. Gyerünk, igaza van. Csáfi nincs abban az állapotban, hogy el tudnám mondani, hogy mi is történt valójában. Senki sem tudja, hogy mi történt valójában. Pontosan, de bármit is mondunk a rendőrségnek, arra azért figyeljük, hogy mi, ne kerüljünk bajba. Még sohasem láttam süllyedőhajót ilyen gyorsan kiúrni. Egyetértek. Hármótok közül el kell játszani a valakinek Csáfi szerepét. És te tulajdonképpen most hol is állsz? Gondolkozzunk reálisan, hogy a lövéseket sem hallom. Ezzel könnyen segíthetünk. Hú! Nem törvénytérük közül valaki másnak kiadod magad? De igen, szívecském az. De ha jól csinálod, akkor nem. Ugye azt tudjátok, hogy mi most komoly bűncselekményre készülünk. Hátralevő életeteket egy zárkában akarjátok tölteni egy 100 smokingban? Mindannyian benne vagyunk, Glenn. Megmondom én, hogy mit csináljuk. Kisorsoljuk. Mindenki mutat egyet, vagy kettőt. A hárman ugyan azt mutatják, de a negyedik más, na az lesz Csáv. És kiválasztott ki most téged Dr. Leonid. Nagyon betegek, szennyom! Ami azt illeti... Van. És mi? Verekedjenek meg az asszonyok! Sorsolj ki, mielőtt beérnek. Na jó, akkor három. Egy, kettő, három! Kettő, meg kettő? Azt nem jön, igen, hát ez nem jó. Na még egyszer. Egy, kettő, három! Aj, ez is kimentjük, az! Na, még egyszer! Egy, kettő, három! Haha, Lenny az! Hogy érted, hogy Lenny az? Mindannyian. Kettőt mutatunk, te meg csak egyet. Nem, én is kettőt mutattam, csak összeragadt a sok kacsasokból. Nem lehet, hogy egyet mutattam, a saját szememmel látom, hogy egy volt. Ez viszont, hogy egy volt, azaz kettő. Nem, egyet mutattál. És ez az ember a hátvágon végzett. Most azonnal menj föl Charlie szobájába, és Lenny gyere, ameddig nem szólunk. Istenem, már alig várom, hogy élhessek Charlie. És most te, Zeni! Rajta! Kapjátok össze magatokat! Oké. Válaszolni, mindazonáltal reménykedtem, hogy lesznek annyira jó szándékúak,
hogy elárulják a háztulajdonosát. Brock. Charlie Brock. És Mr. Brock nem van itt honnan? Nem tudom. Chris, Charlie itt honnan? Charlie? Nincs. Elvitt a kutya csitárban. Most mikor lesz, nem? Azt nem hinni, a kutya egy dacli. Nagyon attól kaklé. Nem, hát hazaérkezett már itt. Most akkor beszélnek vele. Amint látja, őrmester úr, az időpont kissé alkalmatlan, hisz épp ünnepű. Igen, azt látom, de milyen alkalom volt. Oh, hát ma van Julia és Charlie Brock, 10. házassági évfordulója. Nézze, tényleg nem tartom sokáig, csak pár perc egész. Sajnos Mr. Brock épp alszik az ünnepség kellős közepén. Nagyon nevert volt, és bevette egy gyaltatót. Akkor esetleg beszélhetnék Mrs. Brockkal? Mrs. Brock nincs itthon. Nincs itthon? Hát ezért olyan nevet Mr. Brock. És hol van Mrs. Brock? Mrs. Brock apja. Eltört a csinkőjét, be kellett vinni a kormányzat. És nem érte volna be valaki más az ütemi vacsora kellés közepén? Mrs. Brock kapja Kaliforniában él. Unoka, testvér, szemölcs, csípő, az egész hihetetlenül bonyolult. És ön uram, talán valami a szemébe ment? Igen, megpróbáltam a szemembe csak megtenni, de lejött az adagoló is. Szemembe jött. Elárulnál nevét? A nevemet? Igen, uram, a nevét. Ugye ti a saját? Igen, uram, úgy értem, hogy a saját nevén talán valami nehézségbe jön közé. Sajnálom, szörnyen rosszul látom magát. Ahhoz, hogy beszélni tudjon, nem kell látni, azok a cseppek bizonyára nem a szájában jöttek. Úgy gondolom, őrmester úr maga szükségtelenül keményezett el a jó emberekkel. Ha további kérdéseket akarnak föltenni, meg kell mondani, ahogy miről van szó. Természetesen. Elárul nekem, hogy ki az a házad ilyen mielőtt? Az a férjem kocsia. És őt hogy hívják? Erre nem kell válaszolni. Leonard Gans. És Mr. Gans jelenleg hol van? Tiltakozott! Nem kell tiltakozni, hogy nem vagyok bíró, és ez nem a bíróság, nincs olyan talás. Mit ezt tudni szeretném, hogy hol van az ember? Maga még nem mondta el, hogy mi áratban van nálunk, ezért mi sem mondjuk el, ahol van Mr. Gans. Értem, hogy miért pedig ezen a környéken mennek ilyen nyökvenyelősen a dolgok. Na jó. Ma este körülbelül 8-15-kor autóbaleset történt a 12. utcás a Denver kereszteződésében. Egy vadonatúj New York-i rendszámú Porsche nekivágott egy szintén vadonatúj 4-ajtós luxus BMW vadonának. Tudjuk, hogy a kalambol nem a BMW hibájából történt, mert a Porsche lopott volt. Ma este 8-15 perckor lopták el az autókereskedés parkolójából. A tolvaj a Porsche-val elmenekült. Mit gondolnak, ki volt a vadonatúj Porsche? Honnan tudnám? Az autó Mr. Charles Brock alpolgármesterünk volt. Ma reggel vásárolta a felesége Julia, bizonyára meglepetésnek szállt a házassági évfordulóra. Ez aztán a meglepetés. Aha, hát karambolt akarja kivizsgálni. Így van, ezért, hogy a Mr. Gans itt van, szeretném belépett vele beszélni, hogy ha nincs a rendőrség, szeretném tudni, hogy hol van. Értem már. Meg kell élő mesterről, hogy magunkra hagy minket egy percre. Miért? Hát ő azért, mert Mrs. Gans az ügyfelem, és szeretnék vele pár szót váltani a további kérdések előtt, hát ez jogunkban áll. Egy percet kapnak. Na jó, nincs sok időm. Valakinek el kell játszani a lelét. Miről beszélsz? Ennek az embernek halvány fogalma sincs a karambol lövésekről, csak ki akarja kérdezni Lenit a karambolról. De Lenny nem lehet Lenny, mert Lennyre szükségünk van, hogy eljátsz a Charlie. Esetleg beszélni akarnál a Charlie-val az új kocsijára. És persze mi nem engedhetjük Charlie közelébe, hisz Charlie-nak golyó ütötte, jobb van a fölében. Általában szoktad érteni, miről beszél? Nem beszélgetünk borsokat. Na jó, gyertek, ki kell sorsolnunk, hagyd már végén a hülye játékaitól. Majd tudom, hogy hülyesség, de szükségünk van egy lenyre. Majd mi? Majd mi lányok megoldjuk, gyertek!
Aki egyedül marad, annak a férje Lenni, jó? Lenni az én férjem. Ne! Lenni most Charlie, te veled most Glemma. Én nem tudom, hogyan kell játszani. Csak mutasd fel egy vagy két ujjadat, majd mi számunk. És aki egyedül marad, annak a férje Lenni, jó? Na, egy, kettő, három. Kutyuk, mutasd fel egy vagy két ujjadat, nyisd szét a tenyered. Nem akarom megint elveszíteni a fülbevalómat. Csak egy vagy két ujjadat mutasd fel, jó? Na, szóval. Egy, kettő, három. Ó, a francba, ez én vagyok. Bocsiken. Köszi, hát jó, hát akkor nem. Én leszek rá. Ernie, nyisd ki az ajtót. Örömmel látom, hogy ezúttal nem táncolnak. Nos, hol van Mr. Leonard Gans? Leonard Gans momentán is itt tartózkodik közöttünk, ebben a szobában. Én vagyok Leonard Gans. Maga a Leonard Gans. Úgy van. Hogyha egy teljes percig tartok, mire eszélyt tudom. Sose hamarkodd el a válaszokat. Egy életre belépelték a Harvardon. Sose bízz olyan emberbe, aki nem tudja, hogy itt van-e vagy nincs, egy életre belépelték a rendőrakadémián. És kicsoda azt mondja? A felesége. A felesége legjobb barátnője, az övé, a Mrs. Gans. És ön egyedül vagy, azt mondja? Nem, én is a fényemmel jöttem. Hát valószínűleg hazament. Hát valami most semmit vagy. Hát meg voltak a rossz és a jó pillanatai. Most Mr. Gans, hogyha lenne szíves, mesélne el, mit ért a karambolról a legapróbb részletek. A karambolról így van a legapróbb részletek. Meg kell jönni, Mr. Úr, hogy még egyszer magunkra adjunk el egy percet. Természetesen nem. Egy kapottan sem mozdul ki, mert addig, ameddig nem kapok normális válaszokat. Kell az egész család. Petri vagyok, a 1047-es. Vétel? Igen. Vettem. Vége. A piros Porsche-t azonosították Terrytownban, az 5. és a Margit utca sarkán. Azonosítottat előállították. Azt mondják, menjünk haza. Nos, úgy hiszem, ez lezárja a kis időnket. Nem szükséges, tovább rabolnunk az idejüket. Nem rabolta az idejüket. Hiszen Gantz, önnek azért volna, hogy feltettem olyan kérdést a rendőrséget, de további jó ünnepést. Köszönjük. Hölgyek, urak! Jaj, szakáll! Tudom, hogy láttam már magát való. Mit is mondod, hogy hívják? Glenn, Cooper. Szerepelt a tévében? Indulok a helyi választáson. Hát tényleg egy riportot láttam magával a CBS-en. Mondja, miért fél találó nevét? Tudja, hogyha az ember politikus, nem akar belekeveredni. Igen, de hát magának semmi köze az egészhez, ha csak nem volt szemtanúja a balesetben. Dehogy is, a feleségemben szörnyen elkésztünk. Még a lövéseket se hallunk. Szeretnék beszélni Mrs. Cooper-rel. Connie! Gál vagy? Igen.
Látom, hogy a vacsorát is kapta. Beszélték a személyzettel? Személyzet! Akkor mi főzött? Másra, én voltam a kukta. És magát hogy hívják? Kuki. Figyeltem, mi az igazi? Ez az igazi nevem. Van két nővérem, úgy hívják őket, hogy Cuki és Csuki. Isten bizony! Kuki, Cuki és Csuki. A három nővér. Nem vérazott az ingyen. De igen, biztos vagyok, megszúrtam magam a villával evés közben. Hát ha ingyen azok nem vérlem. Ez biztos, amikor hozzáfőgőztem el. Kellen és Glenn, hát ez nagyon különös. Merő véletlen. Én is úgy hiszem. Az én nevem Ben. Jó van, Mrs. Cooper? Nem akarok feljelentést tenni. Majd az ügyvédem intézkedik. Véletlen baleset történt. A feleségem kezéből kiesik az elektromos cigaret, hogy utóra a bőrülésre. Én meg megpróbáltam a kabátjánál fogva kirángatni a kocsiból, ne történjen komoly probléma. És az Cornellban mi történt? Az is baleset volt. A feleségem megpróbálta letenni a telefont, csak a sötétben nem vette észre, hogy útban van az arcom. Mennyi rajzfilmeidő jelenet szerepel ebben a kis történetben. Jaj! Önnek is fáj valami, asszonyom? Krónikus áldozatgörcstől szenvedek. Nem tudok ülni, állni és járni. És gondolom, ön sem hallotta a löréseket. Nem, táncoltam. A tánc lény jót lesz a hátamnak. És ha belegondolok, hogy én már majdnem hazamentem. Mrs. Gordon? Azért vagyok. Ön mivel foglalkozik? Hát én legfőképp italokat ötödök. Hát semmi. Az nem semmi, hát ügyvéd vagyok, meg anya. Van két gyerekem. Két gyerek. Egy fiú. Bocsásson, mert csak egy gyerekem. Ön is és mindenki más is eszélye. És most hadd mondjak magunknak valami nem hivatalos módosítását. Úgy hiszem, hogy ebben a házban tényleg bőttek, és valaki, vagy éppen mindenki próbál itt van. Az egyik férfi orba verik, a másik villát döf magában. Valakinek összetegyik a BMW-t, a házigazda, nem tudom elolvasni, segít nekem? Kurtalábú. A házigazda kurtalábú kutyáját sétáltam. Aztán lefekszik aludni. A házasszony kórházba szállítja a tölt csípőjű kalifornia édesapját, és senki sem hallja a két lövést, mert mindenki táncol. Még egy kuki nevű nő is, aki egész esti kukás nő is, különben sem állni, sem járni. Hát ide figyeljenek. Maguknak itt most belem van maguk, és egy igazi válaszokat akarok. Nem kamuzsoló vagyok, mint kállandó négy éve nem tudom. Igazi válaszokat akarok, olyanokat, amiktől nem kell nevetnem. De mindenek előtt Mr. Charlie Brock-kal szeretnék beszélni. Azt is megkockáztatom, hogy két golyóütőtlen lukat találok a fejében. 5 másodpercet adok, hogy előkerítsék nekem, majd én felmegyek és 2 másodperc alatt megtalálom. Most már ne szórakozzanak. Olyan közel vagyok az előléptetéshez, hogy a szagot, szagát az orromban érzem. Kezdjek számolni, vagy induljak fölfelé. Maguk döntenek. Hát jó. Várjon egy percet, álljon meg! Biztos, ami itt is eljött. Ken, vagyis nem? Örni? Épp ideje szól a csári. Nem gondoljátok? De, határozottan. Maximálisan. Halló, Charlie. Igen, Törni vagyok. Készen állok rá, hogy legyenek hozzánk, és te készen állsz? Lazíts, Charlie, ez csak egy hisztérikus idegi reakció. Mi baja van? Úgy érzi át,
átmenetileg megvakult. Most egy kis videvizet a szemedre, és gyere le hozzánk. Két nagyon kedves rendőrmester van itt, és szeretnének veled beszélni. Hogy miért? Mert csak egy üveg mutattál föl azért! Mindjárt sokkal jobban van. Tudja, őrmester, megpróbáltuk megkímélni ezt a dolgot, mert olyan jó barátunk vagyunk nekünk. Igen, az este folyamán eldöntött őtől is, nem hallottam, és osztozom azoknak a felelősségén, valóban hallották azt, mégsem mondják ezt önmagának. Hiszem azt annak ellenére, hogy én nem hallottam a lövéseket. Mr. Brock hajlandó lesz elmesélni a teljes és hiteles történetet többiről hegyire, melyben kitér felesége Julia távol lévére, a személyzet eltűnésére és az este folyamán eldöntő két lövésre, melyet én nem hallottam. Jaj, begörcsölt a hátam! Ki a fenét érdekel? Szevasz, Charlie! Szia, Charlie! Jó, Charlie! Szia, Charlie! Mr. Brock, felcsönöstör vagyok, és ő itt van érdekel. Fogadjál! Nagyon olyan kedves, és meséljen el nekünk mindent, ami a esetben a házban történt. Connie, légy szíves, írd föl! Kezdje! Kérd valaki citromtortát? Én jó sokat! Majd később, asszonyom. Mr. Brock? A történetet? Így van. Jó. Hát az egész az úgy kezdődött, hogy... Istenem... Mondban este 6-kor értem haza a munkahelyemről. Julia szobájában tartózkodott, ő készülődött a ma esti partira. Én a hűtőszekrényhez mentem, hogy kivegyek egy üveg pezsgőt. A konyhában tartózkodott Rosita, a spanyol szakásnő, és Ramona, az ő spanyol húga, és Romero, az ő spanyol fia. Olaszos vacsorát akartak készíteni. Ő már csak arra vártak, hogy Julia megadja nekik az engedélyt, hogy leszhetik főzni a vacsorát. Ahogy haladtam fölfelé a lépcső, azt mondtam magamnak, hogy lehet, hogy még mindig ennyire szeretem azt én feleségemet. Julia azt a parfümöt viselte, amit tőlem kapott karácsonyra. Mindig ezt a parfümöt veszem neki. Egészen megvadulok tőle. És felértem a szok ajtajához. Bekopogtam. Kop, kop, kop. Ő kinyitja az ajtót. Én egy pohár pezsgőt nyújtok fel, és felköszöntöm. A leggyönyörűbb asszonyra, amit egy férfi magájára tudhatott 10 éven át. Erre ő azt válaszolja. A legnagyszerűbb férfira, és a legboldogabb 10 évre, ami valaha egy nőnek osztályrészé jutott. Aztán iszunk, és csókolózunk. Majd újra felköszöntjük egymást. A legsejmesebb bőrre, a leggyönyörűbb testen, mely egyetlen egy napot sem öregedett 10 csodálatos életében át. Erre ő azt válaszolja. A leggyengébbek kezekre, mely érintett itt a legsejmesebb bőr, mely egyetlen egy napot sem öregedett 10 csodálatos életében át. Aztán iszunk, és csókolózunk, majd újra felköszöntjük egymást, és iszunk, és csókolózunk. És újra felköszöntjük egymást. Igen, és este hétre már egy csepp esgő sem maradt az üveg alján. Julia becsicsentett, én viszont teljesen eláztam. És akkor megütötte az orromat az ő parfümje illata. A parfümjének soha nem tudtam ellenállni. És olyan szenvedéllyel szerettem őt, mint az első éjszakán. És amikor ezt mondom önnek, nem szégyent érzett, hanem boldogságot és örömet, amiért olyan házassága még, amely napról napra csak erősebb és tartósabb lesz. Ott feküdtünk, egymás mellett, mezítelenül, kimerülten, elműtlen boldogságban úszva, és este 8 óra van, hirtelen váratlan kopogás hallik,
és egy különös kinézetű fiatal ember néz le ránk, kezében késvillan. Julia felsivatja... Julia törölközővet akarja magát. Én viszont, hogy Julia csak egyébként akár az életem állán is, de akkor a különös kinézetű fiatal ember megszólal spanyolul. Yo quiero la pena, vete casa, ven minuto! Nem beszélek spanyolul, és most sosem láttam rosszint a fiát Romélot, nem tudtam, hogy a kés arra való, hogy felakítsa vele a salátát. Tovább nem tudtam, hogy azt akarja mondani, hogy kezdhetik-e melegíteni a vacsorát. Szép aztán szélba vettem a pisztolyommal. De Julia megint felsikott! Én is a pisztoly első, és átolom jobb, az a bal fülcipára. És a fülemből ömlik a vér. Julia, Romero pedig leszalad Rosszitához és Ramonához, és ezt mondja neki: Mama szintén, mama szintén, kedvi keszem, kedvi keszem, kedvi keszem, az ő szép rám lőtt! És Rosszita, Ramon és Romero durva-furva távoznak. A fülemből ömlik a vér Julia vadonatúj ruhájára, és hirtelen meghallom, hogy egy autó megáll a feljáron, megérkeztek az első vendégek, Julia felkap magára egy köntöst, és lemegy a földszintre, hogy jobb belátásra bír a Rosszitát, Ramonát és Romérot. Ha elmennek, akkor nem lesz kész a vacsora. De mégis elhajtanak Alfa Romeo-ikon. Én kinézek az ablakon, de korom sötét van, és hirtelen az az érzésem támad, hogy valaki lopni akarja az én Mercedes-emet. Ezért aztán leadtam még egy lövést. Julia merohan a pincébe, és azt a ruháját keresi, amit tavaly viselt az Opera bálon. De mivel nem találja a villany kapcsolat, ezért aztán legurul a lépcső, és ott fekszik a pince alján. Én aztán leszaladtam a földszintről, megkeresem Giuliát, és észreveszem, hogy a pincében vezető ajtó tárva nyitva van, ezért aztán bezárom, és közben még csak nem is sejtem, hogy Giulia oda lett van, de azért zártam be, mert félek, hogy különös kinézetű fiatal ember visszatér. Őrültem pajcáltozni, nagyon fáj. Ezért aztán elindult fölfele a lépcsőn, és hogy bevegyek egy kis fájdalom csillapítót, de csupa vér a kezem, és beledörzsolom a szemembe, és tévedésben négy aspirin helyett négy darab várulót veszek be. Aztán meghallom a földszintről a vendégek hangját, és szólni akarok nekik, hogy keressék meg Giuliát, de egy árva hang sem jön ki a torsomon. Ezért aztán le akarom nekik írni egy levélben, hogy mi is történt itt valójában, de amit írok, érthetetlen zagyvaság, és aztán félni kezdek, hogy azt hiszik, búcsú levél, és ki fogják hívni a rendőrséget, és tudom, hogy Len Cooper barátom is hivatalos ma estére, és tudom, hogy milyen borzasztó lenne neki a kampány közepén belekeveredni egy öngyilkossági kísérletbe. Ezért aztán összetéptem a levelet, és lehúztam a WC-n, éppen abban a pillanatban, amikor belépnek a vendégek a szobámba, és azt kérdezik, hogy mi történt? De mielőtt én el válaszolni tudtam volna, a váriumtól elvesztettem az eszméletemet, és az álnyoskodtam. Hát, ez történt, felügyelő úr, és ez olyan igaz, mint ahogy ez történt, mint ahogy a nevem... A nevem ő... Charlie Brock. Én ezt elhiszem. És tudja, miért hiszem? Azért, mert tetszett. Nem hiszem el, hogy igaz, de tetszett. Én is szeretem a feleségemet, és korához akarok lenni hozzá. Úgyhogy, hogy itassam két további szép évfordulót, és nyugodalmas volt. Köszönöm. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Honnan? Honnan a bálnakból szedted ezt a történetet? Csak kitaláltam. Hát persze, hogy kitaláltam, de mikor? Közben mondatról mondatra. Nem tudtam, hova fog kiukadni, de csak mondtam tovább. A spanyolt is csak úgy kitaláltam. Te szemétlálat! Most mehetnénk a sítre, hamis tanúzásért. Tudom, ez volt benne a vonzó szemérmetlen pofátlanságom miatt. Én az életben nem éreztem még ilyen jól magam. Le vagyok nyűgözve. Őszintén és maradéktalanul le vagyok nyűgözve lenni. Kicsen kívül neked van a legbizalabb vagyod, amivel valaha is találkoztam. Emelem a poharam férjemre lenyélek. Már így kezdtem magam előjében a házasságban, és most újabb elég szeretettem.
Remélem. Magam. Nekem azért lenne egy furcsa kérdésem. Micsoda? Szerintetek mi történt igazából Charlie-val és Giuliával? Igen, halló. Igen, Charlie, mindannyian itt vagyunk. Készen állsz fel, hogy vendégeket fogadj? Hát ez remek, majd meghalunk a kíváncsiságtól. Mindjárt ott vagyunk. Charlie el fogja mesélni az egészet. Többé lehet. Remélem ez rövidebb lesz, mint lenni sztoria. Drága, ugye majd később visszaérjük a kristályra. Annyi kristályt veszek neked, amit csak akarsz, édes. Ki van odalent a pincében?